Tisztelettel köszöntöm a kedves televízió nézőket, képviselőtársaimat, nemzetiségi önkormányzatok képviselőit, kedves vendégeinket, járási hivatalvezetőjét. Megállapítom, hogy 6 fővel határozatképes a testület. Két képviselőtársam jelezte, hogy nem tud részt venni a testület ülésen. Pintér Balázs képviselőtársunk jelezte, hogy késik, illetve Kucsera úr, a szlovák nemzetiségi önkormányzat képviselője is jelezte, hogy nem tud ma részt venni a testület ülésen. Napirendi pontokat mindenki gondolom megkapta, illetve a meghívót és az anyagot. Itt mindössze annyi változás lenne, hogy a 19-es napirendi pontnál ott nem a sportegyesület pályázik műfűves futballpályára, hanem az önkormányzat. Kérdezem a képviselő társaimat, hogy van-e valakinek valamilyen más javaslata vagy megjegyzése a napirendi pontokhoz. Úgy látom, hogy nincs, aki elfogadja, kérem készfeltartással jelezze. 6-1 hangú szavazattal elfogadtuk. Két napirendi pont előtti felszólalás lenne. Az egyik, ugye március 15-i ünnepségünk a rossz időjárás miatt elmaradt, és ekkor szerettük volna átadni az egyik Kürisz Csabáért emlékérmet, ezért erre most kerül majd sor. Kürisz Csaba Nagyközség önkormányzat képviselő testülete 19/2013, második hó 13 számú határozatával Kürisz Csaba Nagyközség több évtizedeken át tartó szolgálatáért dr. Triznádel Gábornak Kürisz Csabáért emlékplakettet adományoz, és a laudációt is felolvasnám. Dr. Triznádel Gábor 1945. április 2-án született Budapesten, 1971-ben végzett a Semmelweis Ignác Orvostudományi Egyetemen. Doktori címének megszerzése után egy-egy évet Nyáládon és Bicskén dolgozott, ezután jelentkezett Kürisz Csabára. Dr. Kunszenti Imre praxisának átvételére. Két kollégájával együtt látta el a környező falvakat, Kürisz Jászfalut és Tinnyét is. Akkoriban még nem volt Pilisvörösváron szakrendelő, mentő pedig csak Budapestről érkezett, sőt, 1990-ig gyermekorvosi rendelő sem állt rendelkezésére. A doktor úrnak ezen okok miatt az első időkben igen nehéz körülmények között kellett ellátni az óriási felelősséggel járó hivatását. Dr. Triznádel Gábort hamar megszerették, télen, nyáron, esőben, hóban, a beteg érdekeit szem előtt tartva látta el a feladatát. Hitvallását, felelős gondolkodását jól jellemzi, hogy 42 év munkaviszony alatt csak egyszer volt betegállományban. Orvosi teendői mellett igazi közösségi emberként tevékenykedett településünkért, önkormányzati képviselőként, illetve a Kürisz Csaba Nagyközséggel közalapítvány kurátoraként is részt vállalt Kürisz Csaba közéletének alakításában. Sokunk számára elképzelhetetlen az orvosi rendelő dr. Triznádel Gábor nélkül, és biztosak lehetünk abban, hogy a doktor úr megtalálja annak a módját, amennyiben felkérik, hogy továbbra is részt vállaljon a Kürisz Csabai lakosok egészség megőrzésében, gyógyításukban. Tisztelt doktor úr, engedje meg, hogy önkormányzatunk és az egész lakosság nevében köszönetet mondjak az elmúlt 40 év alatt elvégzett lelkiismeretes gyógyító munkájáért, településünk javát szolgáló közéleti tevékenységéért. Köszönöm szépen, gratulálok. És akkor majd pár szót, hogyha szeretném mondani. Hát nem tudom, kinek a napszerdik hátra folytatni. Szerintem oda a mikrofon mögé, hogyha körbe, Gábor, doktor úr, hogyha a mikrofon mögé körbe odafáll, és akkor... De csak nyomj neki, légy szíves a... Tisztelt polgármester úr! Tisztelt polgármester úr, a polgármester asszony, tisztelt képviselő, asszonyok és képviselő urak! Annyi minden sok szépet és jót foglalt össze a polgármester úr, hogy én inkább egy érdekességgel szeretném önöket egy-két percig untatni. 1973. szeptember 1-én, egy hónapja dolgoztam Kürisz Csabán,
és hasonló körülmények között búcsúztatták dr. Kunszent Imre kollégámat, aki a következőképpen kezdte a laudáció után a szavait. Ennél jobbat én se tudok, de megígérem, hogy betartom azt, amit ő betartott. Akkor ő 69 éves volt, én most 68 múltam, tehát közel egyidősek, és azt mondta, hogy öreg ember könnyen sír, tehát gyorsan hagyja abba. Hát megígérem, hogy nem leszek hosszú. Annyit szeretnék önöknek elmondani, hogy egész pályafutásom alatt a Salus aegroti suprema lex esto, a betegüdve a legfőbb törvény, ez vezérelt. Hogy ennek milyen módon és milyen szinten tudtam megfelelni, azt a betegeim tudják, előjáróim. Ha mindez igaz volt, amit rólam elmondtak, akkor nem dolgoztam, és nem élek hiába. Önöknek további jó egészséget szeretnék kívánni, és ezt a latin mondást úgy módosítanám, hogy még egy orvos számára a betegüdve a legfőbb törvény. Én kívánok önöknek eredményes jó munkát, jó egészséget, hogy a nép a Pilis-Csabai lakosok érdekében eredményesen tevékenykedhessenek, és majd ha egyszer eljön az az idő, hogy hasonló körülmények közé kerülnek, akkor ugyanilyen jó eső érzéssel tudjanak elköszönni. Végtelen hálás szívvel köszönöm, jó munkát kívánok és jó egészséget! Még egyszer gratulálunk dr. Tisznári Gábor úrnak. A következő napirend előtti felszólalásom az már nem ennyire vidám természetű. Talán többen emlékeznek, hogy a legutóbbi képviselőtestület ülésen, amikor a településfejlesztési koncepciót tárgyaltuk, akkor ott előkerült egy vélemény, ami kisebb vitát váltott ki. Jelesül a roma kisebbségi, illetve nemzetiségi képviselő felszólalt, és kifogásolta az ott leírt mondatok egy részét. Ez ügyben az érintett személy, Ugrin András, korábban jelezte, hogy részt kíván venni a képviselőtestület ülésen, és szeretne válaszolni az őt ért vádakra, de végül is úgy látta jobbnak, hogy nem jött el, hanem egy levélben keresett meg engem, és kérte arra, hogy olvassam fel a testületi ülésen. Bár az önkormányzatunk jogásza jelezte, hogy ezt nem muszáj, de én azt gondolom, hogy a véleménynyilvánítás szabadsága érdekében én ezt megteszem. Tisztelt polgármester úr, tekintette arra, hogy a 2013. március 12-én megtartott testületi ülésen a roma kisebbségi képviselő felszólalt a településvezetési koncepció kapcsán, és akkor ott személyemben megszólított, valamint arra, hogy a koncepció mellékletként becsatolt javaslati írásomat a képviselő vélhetően szándékosan kiforgatta, majd annak személyeskedő interpretálásával magam és családommal szemben kimerítette a BTK 269 paragrafusának tényállását, valamint arra, hogy az én nevem alatt megsértette egy pilis-csabai polgártársamat, és mindenhez a testület és a polgármester úr jóváhagyása is párosult. Jelen levelemmel kívánok az ügyben válaszolni. Itt leírja néhány pontba, hogy milyen törvény, milyen SMS szerint kellett volna eljárni, illetve hogy ezt nem fogom felolvasni teljes egészében. Majd akkor következik az a levél, amely gyakorlatilag fel kell olvassak. Tisztelt érdeklődő Pilis-Csabai lakótársak, tisztelt testület! Tehát még egyszer Ugrin András leveléről van szó. A társadalmi vitára közreadott településfejlesztési koncepcióval kapcsolatosan a főépítész által megszólítva, mint az egyik nem kiemelten közhasznú egyesület elnöke, megtettem észrevételezéseimet. A településfejlesztési koncepció elkészült. A bizottságok megtárgyalták, és azt a 2013. március 12-én polgármester úr tudomásával a testület elé terjesztették elfogadásra. Ezen az ülésen a roma kisebbség képviselője a témában felszólalt. Felszólásában összekeverte az előterjesztett koncepciót az annak mellékletéként csatolt társadalmi véleményezésekkel,
majd abból kiemelte az általam beküldött 6 oldal 9 mondatát. A 9 mondatot ő csak részlegesen és hibásan és rossz magyarsággal idézte, majd ahhoz hozzátette saját kicsavart értelmezését, mintha azt én úgy írtam volna le. Ezt követően az én véleményemnek tűnő hazugságokat 15 percben sértően és személyeskedő megjegyzésekkel interpretálta, kimerítve ezzel a nagy nyilvánosság előtti rágalmazás és becsületsértés büntetőjogi tényállását BTK 269 paragrafusa. Tekintettel arra, hogy az eset a képviselők hallgatólagos és a polgármester egyetértő jóváhagyásával történt, a testület is de facto bűnrészessé vált. Felhívom a polgármester úr figyelmét, hogy az ülésről készült jegyzőkönyv vonatkozó része téves, mert abba az általam beadott írásból írtak be idézeteket, de azok nem egyeznek a képviselő által az ülésen felolvasott szöveggel. Eljárást lásd az SMS 47-es paragrafusában. Ezért határozottan kérem, hogy a jegyzőkönyvben haladéktalanul javítsák ki az idézeteket és válaszokat a hangfelvételen szereplő olvasatokra. Ezúton nyilatkozom, amennyiben a nevezett képviselő által rosszul interpretált anyagrész meg nem értéséből fakadóan valaki mégis sértve érzi magát, akkor én most anyalai képviselő helyett bocsánatukat kérem, mert sértőt nem írtam, ilyen kijelentéseket szándékomban nem is állt tenni. Kijelentem, hogy az általam leírtak nem voltak sem megosztóak, sem rasszisták, sem gyűlöletkeltőek, még politikai hangvételűek sem. Azokat jogi szakemberekkel is megvizsgáltattam. Ezek után szeretnék rátérni a konkrét településlési koncepció általam leadott bírálatának értelmezésére. Pontosabban levelemben szakmai felvetés szintjén megjelenő gondolatok bennem milyen indítatásból fakadtak, más szavakkal. Hogyan képzelem én el Pilis Csabát, mint nemzetközösségünk egyik sajátos gyöngyszemét, aminek településfejlesztési koncepciójához véleményemet megírtam. Az alábbi megfogalmazásomban igyekszem olyan szimbolikát alkalmazni, ami talán egyszerűbb polgártársaimban sem okoz félreértést. Ha mégis, akkor a levelem végén találhatóak a szimbolikák és azok értelmezései. Pilis Csabát én úgy képzelem el, mint egy olyan öreg házfát, aminek 4 fő gyökere szívja fel a történelmi kulturális tápanyagot és értékeket, majd azt egy törzsön keresztül küldi annak közös lombozatába, ahol egyforma virágok azonos illattal 4 ragyogó színben pompáznak. Zárójelbe megjegyzi, hogy ezt a fát sem szabad kivágni. Most pedig én úgy látom, hogy a 4 gyökér 4 kis rész törzset akar nevelni, és mindegyik külön-külön szeretne virágozni. Csak hogy akkor ebből nem nemzetünk egyik gyönyörű díszfája lesz, hanem egy hibrid bokor. Ezért a kertésznek az a feladata, hogy úgy metszegesse a bokrot, hogy abból a leírt csodálatos fa legyen nemzetközösségünk büszkeségére az ő kertjében. Az üggyel és a témával kapcsolatos jelen levelemet, valamint az ezt kiegészítő további anyagokat, bővebb magyarázatokat és a roma kisebbség képviselőnek előadására való válasz gondolataimat mindenki megtalálhatja majd a www.hunmagyar.shamaner.com oldalon. Tisztelettel idősebb Ugin András elnök, Hun Kisebbségi Egyesület, zárójelben 32 éve Pilis Csabán élő, 7 unokával rendelkező 63 éves nyugdíjas lakos, aki nemzetségével több mint 1000 éve ebben a hazában él. És akkor valójában mögötte van, de azt gondolom nem kérjétek, hogy felolvassam, mi mit jelent ebbe a levélbe. Hát megtettük, hogy felolvastam, én azt gondolom, hogy valaki nem emlékezne rá, ugye ott, amit kifogásoltunk többen is, egyébként jó magam, de a jegyzőasszony is itt megjegyeztem mellettem, hogy igenis ő is úgy gondolja, hogy azért ebbe voltak olyan mondatok, amiket máshol sem, de Pilis Csabán különösen nem szabadott volna leírni, hiszen itt több nemzetiség, etnikai kisebbség él már jó ideje békében és nyugalomban, és ugye ebbe a levélben, amit leginkább kifogásoltunk, azt gondolom többen is, abban volt egy olyan mondat, ami nincs előttem a levél, de valahogy úgy hangzott, hogy
egy nemzetiségnek nem lehet egyszerre két identitása, tehát nem lehet magyar és mondjuk német vagy sváb, vagy akár cigány. Tehát én azt gondolom, hogy továbbra is azt tartom, hogy ez egy hibás mondat. Ezt Pilis Csabán főként nem szabad leírni, de azt gondolom máshol sem. Én azt gondolom, hogy ez a véleményszabadság mindenkit megillet, úgy, ahogy Ugrin urat minket is. Nekünk ez volt a véleményünk egész egyszerűen. És elnök úr, akkor látom, hogy jelentkeztél, akkor 3 percet áll rendelkezésre. Köszönöm szépen, polgármester úr, hogy a levelet beolvasta. Én nem tudom visszavonni szavaimat, és kérem a tisztelt testületet, hogy amit én elmondtam az előző testületi ülésen, a szó szerint maradjon benne a jegyzőkönyvbe. Nem szeretném mutatni Pilis Csaba testületét és Pilis Csaba tévénézőt és lakosai tevel. Tehát itt konkrétan le van írva a második gondolatban, hogy mit gondolt ő el. Ezen kívül egy nagyon rövid törvényt szeretnék beolvasni, és nem használom ki a 3 percet. A büntető törvénykönyvről, amit most szabályoztak le, 269-es paragrafus B bekezdése. Valamely nemzeti, etnikai, faji, vallási csoport vagy lakosság egyes csoportjai ellen gyűlöletre uszító büntet miatt 3 évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. Tehát én nekem az a véleményem, én kiállok ez mellett, és jogászaimmal meg fogom beszélni aztat, hogy a leírt anyagba szereplő dokumentáció alapján Ugrin András ellen elindítok eljárást, vagy nem. Köszönöm szépen, hogy végighallgattak. Jó, köszönöm szépen. Van esetleg valakinek ehhez még hozzászólni, hogy nincs. Akkor rátérünk a normál napirendi pontokra, mégpedig az egyes napirendi pontunk, a járási hivatal vezetőjének bemutatkozása. Akkor átadom a szót Szondéné Sáfi Zsuzsannának. Igen, legyen szíves a gombot megnyomni. Jó napot kívánok, üdvözlök minden kedves képviselő asszonyt, urat. Azzal kezdeném, hogy most már immár több mint 3 hónapja megalakultak a járáshivatalok. Sajnálatomra nem tudtam részt venni eddig Pilis Csabai képviselő testületülésén betegség miatt, de bepótoltam, itt vagyok most, úgyhogy nagy örömmel szolgál, hogy itt lehetek. Egy rövid bemutatkozást tennék, illetve elmondanám, hogy a járás hogy áll fel Pilisvörösváron, illetve hogy mit tartoznak hozzánk, és aztán, hogyha valakinek van valami kérdés, akkor szívesen fogadom, és ha tudok, válaszolok rá. 2012. októberében a kormány megbízott úr felkért engem, hogy a Pilisvörösvári járáshivatalt vezető pozíció szerepét töltsem be 2013. január 1-ével. Én ezt nagy örömmel elfogadtam. Január 2-án Pilisvörösváron megkezdődött a járás felállítása. Én a 9 település tartozik a járáshoz, nem sorolom fel, köztük Pilis Csaba is. Minden település, önkormányzat nagyon nagy odaadással és tényleg nagyon sok munkájuk volt abban, hogy a járás elinduljon, felálljon és a segítségemre legyenek. Én kaptam egy kész kollektívát a Vörösvári önkormányzattól, illetve a települések üres státuszokat adtak át, amiket ugye egyelőre még nem, de lassan be fogunk tölteni. A Pilisvörösvári járás, Pest megyében 18 járás van, ebből az egyik, mondhatni legkisebb járása a Vörösvári. Ezt nem lakosság szempontjából nézik, hanem területileg, illetve hogy hány szakigazgatási szerv tartozik a járáshoz. Hozzánk egy tartozik ez a gyámhivatal. A járás úgy néz ki, hogy van egy törzshivatal, amiben van egy okmányirodai osztály és egy hatósági osztály, illetve a gyámhivatal. De az okmányirodai osztály az egyértelműen az okmányirodát foglalja magában. A járáshoz egy okmányiroda tartozik egyébként, amiből majd 2013 év végére kialakul a kormányablak, tehát egy kormányablak lesz a Vörösvári járásban. A hatósági osztály az szociális feladatokat, hatósági feladatokat, értem itt az oktatást, a növény, állatvédelem, víz, földügy, ezekkel foglalkozik, és a szociális részen pedig ugye az időskorú, a kápolási díja, alanyi jogon kapott ápolási díj, honosítási kérelmek, stb. Tehát van éppen elég feladat, amiket egyelőre átkaptunk, és ez egyelőre úgy néz ki, hogy csak bővülni fog majd idővel. Én nagy örömömre szolgál, hogy ebben a járásban lehetek én vezető. Nem értem ez idáig
ezen a térség, itt ebben a térségben, én Telkiben élek. Nagyon nem fűzött ide semmi, de most, hogy ide kerültem, látom az itt élő embereket, kedvességüket, hozzáállásukat, és én azt gondolom, hogy ez egy... Tehát, hogy ők mások egy picit, mint az eddig megismert emberek. Lehet, hogy csak felém, lehet, hogy velem ilyen kedvesek, de én azt tapasztaltam, hogy tényleg úgy állnak a járáshoz, hogy ez egy más lesz és jobb lesz így minden a polgárok számára. Mi azon vagyunk, hogy az ügyfeleket a lehető legjobban szolgáljuk ki. Az első fontos momentum nálunk, hogy ügyfelet nem küldünk el, tehát hiába van ügyfélfogadás, hogyha bejön hozzánk bárki Pilis Csabáról, akár még településről, mi meghallgatjuk, próbálunk neki segíteni, ha tudunk. A 2013. február 1-ével az okmányirodák 8-tól 8-ig vannak nyitva, erről már értesültek, küldtünk erről megfelelő tájékoztatót is. Úgy veszük észre, hogy ez az ügyfeleknek, polgárok számára ez nagyon nagy megelégedettségükre volt. Ugyan az ügyfélfogadási idő még mindig ebben a dél és ebédidő tájban a legnagyobb, akkor ennek a legtöbben, de valószínűleg azért ez ki fog tolódni a délutáni időszakra. Próbálunk sok mindenben segíteni, például most a kormányhivatal kérte, hogy mérjük fel, hogy a környező településekről hogyan járnak busz, illetve vonatok, hogyan tudnak eljutni a járásban, ne kelljen annyit utazniuk oda-vissza. Ezt megtettük, javasoltuk legjobb tudásunk szerint, hogy mi az, ami még hiányosság. Remélem, hogy a kormányhivatal tud megállapodni, majd a volán társaságoktól is bővíteni tudják a járatokat. Nem tudom, ezen kívül valakinek van-e valami kérdése, vagy még amit szeretnének tudni a járásokról. Szívesen válaszolok, hogyha... Köszönjük szépen, a TON képviselőtársaim, vagy akár rendőrségi önkormányzatoknak van-e valamilyen kérdésük. Akkor tanácsnak úr, tedd fel. Köszönöm szépen, nem is kérdés, hanem inkább azt szeretném megerősíteni, amit hivatalvezető asszony mondott. Az elmúlt időszakban talán kétszer is jártam a Vörösvári Okmányirodában, és nagyon segítőkészek és nagyon gyorsan elintézték, amiért mentem. El is küldhettek volna, mert elküldhettek volna, de nem tették. Tehát tényleg ez a reggel 8-tól este 8-ig nyitvatartás, illetve az ügyintézők kedvesség és hozzáállása, ez nagyban javult. Köszönjük szépen! Örülök neki, és hát sajnos mondjuk ez a mi problémánk, majd ezt meg fogjuk idővel oldani, mert nagyon kevesen vannak az okmányirodában dolgozók, ezt szeretnénk bővíteni. Úgyhogy igazából a kormányablakokban 12 állásos munkapult fog kialakulni, de hát ezt feltölteni két műszakba azért ehhez elég sok dolgozó kellene, még sajnos ők csak egyelőre 8-an vannak, és úgy kell megoldanunk a két műszakot, szóval még a szabadságolás, ez még nem igazán megy, de rajta vagyunk, hogy így is a legjobb tudásuk szerint szolgálják ki az ügyfeleket. Köszönjük szépen, nem tudom, van-e még esetleg kérdés, de akkor nagyon szépen köszönjük, hogy eljött, és további sok sikert kívánunk önnek. Köszönöm, és szeretném kérni, hogyha bárkinek egyébként bármi problémája. Ja, bocsánat, Norbit nem láttam, hogy jelentkezti, akkor legyen szíves. Köszönöm szépen, polgármester, gyorsan bemutatkozni, Slotnán Norbert igazgatási osztályvezető vagyok. Nekem egy olyan kérdésem lenne, hogy az anyakönyvvezetői feladatokról halljuk, hogy át fog kerülni a járáshoz. Erről lehet-e tudni már valami konkrétumot? Még konkrétumot nem hallottunk, vagy nem tudunk. Erről hát rebesgetnek itt dolgokat, hogy még mi fog átkerülni, de még konkrétum nem született ez ügyben. Még egyelőre az önkormányzatokhoz tartoznak, és nem tudunk bővebbet. Köszönöm szépen. Akkor még egyszer nagyon szépen köszönöm, és további sok sikert. Köszönöm, és szeretném kérni, hogyha bárkinek bármi kérdése van, vagy egyszerűen érdeklődni szeretne, akkor bármelyik kollégát a járásba ugyanúgy engem is el tudnak kérni minden nap. Úgyhogy szívesen várjuk, és akár hogyha valaki jön be az önkormányzathoz ügyfél, hogy érdeklődne, akkor nyugodtan lehet küldeni hozzánk, és átjelenteni segítőkész mindenki. Úgyhogy nem fogjuk elküldeni. Még egyszer köszönöm szépen, köszönjük. Köszönöm. Köszönöm. Akkor megyünk tovább. A második napirendi pontunk, ez a beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról. Én nem kívánom kiegészíteni, nem tudom, van esetleg
valakinek ezzel kapcsolatban kérdése? Úgy látom, hogy nincs. Közben megérkezett Pintér Balázs képviselőtársam. Szeretettel köszöntelek. Akkor határati javaslat, aki egyetért, hogy úgy dönt, hogy a lejárt határidő határatokról szóló beszámolót elfogadja, kérem készfeltartással jelezze. Akkor ezt most már 7 szavazattal fogadtuk el. A következő napirendi pontunk pedig a 3-as napirend. Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott határozatokról. Ezt általában nem szoktam részletezni, de most kivételt teszek. Mégpedig azért, mert közösségi oldalon többször ért minket kritika. Azt gondolom nemtelen módon, hogy nem kellően segítjük a szociálisan rászorultakat, sőt egy kirívó esetet is jegyeztek, amiből még országos sajtó hír is lett. Én egyébként akkor válaszoltam tényekkel, bizonyítékokkal alátámasztva, hogy az illető, akire azt írták, hogy az önkormányzat nem hajlandó segíteni, sőt a polgármester széttárja a karját, az a tavalyi évben, az az egy személy, 342.000 forint különböző segélyben részesült, és egyébként az élettársa is pluszba. Itt pedig lenn, ugye arról szól az előterjesztés, hogy az elmúlt időszakban, tehát az elmúlt testület ülés óta, átmeneti segélyben 38 fő részére született megállapítás, 20 fő részére elutasítás. Itt szeretném hozzátenni, hogy általában azokat utasítjuk el, akik egyébként notoriusan szinte minden hónapban jönnek különböző segélyekért, illetve akinek a jövedelmi viszonyai ez nem indokolják. De nem egy esetben ott is voltak különös méltányosságot is szoktunk gyakorolni, ha tudjuk, hogy olyan körülmények közé került, még akkor is, hogyha nem lenne indokolt egyébként. Temetési segély 2 fő részére került megállapításra. Méltányossági kérdelem szociális étkeztetés ügyben 1 fő részére 100% támogatás megállapítása 4 hónapra, 1 fő részére 50%-os támogatás szintén 4 hónapra, és 1 fő részére pedig elutasítás. Gyermek jóléti ellátásoknál az igazgatási osztály gyermekügyi ügyintézése során átruházott hatáskörönben március 5. napjától április 4. napjáig rendkívül gyermekvédelmi támogatásban 3 család, összesen 7 gyermek részére került megállapítás és 2 fő részére elutasítás. Illetve itt meg kell jeznem, hogy a PEB is hozott egy határozati javaslatot, illetve egy döntést. Ezt pedig felolvasom. Pilistró Nagyközség Önkormányzat képviselőtestületének PEB bizottsága a 2012. évi belső ellenőri összefoglaló jelentés elfogadásáról szóló 20/2013. február 27. számú határozatának egyes pontját visszavonja. A Pénzügyi Ellenőrzési Bizottság a 2012. évi belső ellenőri összefoglaló jelentésről szóló előterjesztést nem fogadja el, mivel a belső kontrollrendszer működésének értékelése különösen az intézkedési tervek megvalósulása és az intézkedési tervek szempontjából belső ellenőrzési vezető által nem megfelelő. A PEB bizottság felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon, hogy a költségvetési szerv vezetője a zárszámadással idejűleg benyújtsa a 370/2011 számú DEC 31 kormányrendeletnek megfelelő 11 paragrafus 1-es bekezdésében foglalt nyilatkozatát. Határidő azonnal, és felelős az természetesen én voltam. Nem tudom, van-e valakinek ezzel kapcsolatban kérdése, vagy hozzáfűzni valója? Úgy látom, hogy nincs. Akkor határozati javaslat. Pilistró Nagyközség Önkormányzatának képviselő testülete elfogadja az átruházott hatáskörben hozott határozatokról szóló beszámolót. Aki ezzel egyetért, kérem jelezze. 2 egyhangú szavazattal elfogadtuk. A következő pedig beszámoló a 2 ülés közötti fontosabb eseményekről. Hát ez egyébként nem nyúlt volna hosszúra, ha nem történt volna egy érdekes esemény, vagy hát egy mondhatom most, hogy szomorú esemény. Itt március 13 és 22-e között, ez pedig az úgynevezett öreg hásfa kivágása. Ugye ezzel kapcsolatban hát rengeteg kritikát, megkeresést
e-mailt, telefont kaptunk, kaptam jó magam is. És hát rengeteg mocskolódó megjegyzés is érkezett. Gyakorlatilag a ezzel kapcsolatos demonstrációt szervező hölgy, én azt gondolom, hogy sok esetben az én megítélésem szerint nem járt el korrektül, magyarul felhetszelte ott az embereket, azt a látszatot keltve, hogy az önkormányzat mintha nem tett volna meg ez ügyben tulajdonképpen semmit, sőt, mintha esetleg itt mi sunyogtunk volna az ügyben. Hát szeretném elmondani mindenkinek, hogy először is az egyik demonstráción jó magam is részt vettem, el is mondtam az önkormányzat álláspontját, és hogy ez ügyben milyen lépéseket tettünk meg. A másik, amit mindenképpen el kell mondjak, hogy tulajdonképpen itt volt egy olyan hét a hivatalban, ahol két kollégám és jó magam is hihetetlen energiát és időt öltünk abba, hogy megpróbáljunk valamilyen megoldást találni, tehát tárgyalásos módszerrel, hiszen a fa kivágása előtt körülbelül 10 nappal kaptunk egy levelet a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő ZRT-től, hogy ezt a bizonyos házfát ki akarják vágni. Ekkor én levélben jeleztem, hogy ezzel nem értünk egyet, majd telefonon is többször egyeztetés történt, és személyesen is több kollégám, műszaki irodavezető, igazgatási irodavezető is tárgyalt a NIF, az Áhíd és a MÁV képviselőivel az ügyben, hogy próbáljunk meg valamilyen műszaki megoldást találni, hogy ne kelljen ezt a akkor 150 évre becsült, 150 éves fát, mint utólag kiderült, 146 éves volt ez a házfa, tehát ne kelljen kivágni. Erre kaptunk kis ígéretet, hogy ők nyitottak, és próbálnak valamilyen műszaki megoldást keresni. Ennek ellenére egyébként egy bizonyos pénteki napon a demonstráció alkalmával ott kivonultak favágók, és ki akarták vágni, akkor sikerült elérni, hogy ezt mégse tegyék, hanem kapjunk egy olyan időpontot, amikor meg lehet ezt tárgyalni, és ők is be tudják mutatni a önkormányzatnak, illetve a civil szervezetek felé, hogy mi az oka annak, hogy ezt mindenképpen ki kell vágni, és hogy ezt a fát nem lehet megmenteni. Erre volt egy ígéret, ezt az ígéretet egyébként nem tartották be, mert másnap reggel a fát kivágták. Én több kollégámmal, illetve alpolgármester asszonyal is próbáltunk utána járni, és nem csak próbáltunk, hanem utána is jártunk, hogy tulajdonképpen ennek a házfának mi volt a sorsa ezt megelőzően, hogy ez miért csak most került látóhatára ez a fa, hiszen én beszéltem idősebb Piris Csabai emberekkel, ők is csak most tudták meg, hogy ott egyáltalán van egy ilyen fa. Ugye ennek az egyik oka az, hogy ez egy magánterületen állt, korábban el volt kerítve, tehát talán nem volt annyira feltűnő. Ugye a MÁV ezt megvásárolta, illetve ott több telket is kisvátított, és tulajdonképpen azt kell mondjam nektek, önöknek és a tisztelt televízió nézőknek, hogy az önkormányzatnak igazából sok esélye nem volt, meg beleszólása ebbe, ezzel együtt próbáltuk valamilyen megoldást találni, hiszen állami területen egy kiemelt állami beruházásról van szó, így gyakorlatilag nekünk itt nem volt túlzott nagy lehetőségünk, mint az, hogy próbáltunk kérni tőlük, hogy keressenek műszaki megoldást. Korábban egyébként, hogy azt a vádat is megkaptuk, meg azóta is egyébként a bizonyos médiában, ZHL rádióban, hogy az önkormányzatnak lett volna lehetősége védelem alá venni ezt a fát. Hát előttem van, mert hogy elővettük azt a képviselőtestületi jegyzőkönyvet és határozatot, ahol 2007. február 20-án egyébként Piris Csaba területén a természetvédelmi rendeletet megalkották, és gyakorlatilag védelem alá helyezték a
azokat a fákat, amire azt gondolták itt a civil szervezetek, hogy ez így rendben van. Idézném az akkori bizottság elnökét, későbbi polgármester urat. Az OKT bizottság a rendelet tervezetet 4 civil szervezettel közösen alaposan megtárgyalta, és egyhangulag javasolja a képviselőtestületnek elfogadásra. Javasolja továbbá, hogy a gyurgyalagok költőhelye a JÜB javaslata szerint kerüljön beépítésre. Itt aztán vannak különböző hozzászólások, ahol egymást fényezik, hogy milyen hihetetlenül rendkívüli munkát végeztek, és van mögött egy táblázat, ahol fel vannak sorolva a védelem alá helyezett fák, fasorok, helyszín, indoklás, megjegyzés, mindennel. Ez a fa egyébként nincs benne. De itt szeretném megjegyezni, hogyha egyébként benne lett volna, akkor is az én ismereteim szerint maximum egy kis időt lehetett volna húzni ezzel, mert a fa ugyanúgy útban volt. Azt persze meg kell jegyezzem itt, hogy talán egy picit furcsálható is, hogy milyen indokokkal került a fa kivágásra, hiszen egyszer azt hallottuk, hogy beteg volt, meg rákos beteg volt a fa, utána mindenféle mást hallhatunk. Én azt gondolom, hogy egy olyan komoly érvet lehet felsorakoztatni, ami szerintem mindenképpen elfogadható, és hihető, ez pedig teszi, hogy ott a fa közvetlen közelében, tehát néhány centiméterre egy 25 000 voltos vezeték megy majd el, és ugye annak a védő távolsága pedig 2 méter. Hogy ezt miért nem lehetett áttervezni, ezt én nem tudom. Mi kértük, nem tették meg. Ezen kívül felmerültek olyan kérdések is, hogy egyáltalán volt-e itt környezetvédelmi engedélye a cégnek. Hát szeretném jelezni, hogy volt, mégpedig ennek a száma KTVF 19556 kötőjel 37 per 2009, és egyébként próbáltam előbányászni a lehető összes iratanyagot, ami ezzel felelhető. Meg is találtam 2009 és 2010 között felgyűlemlett iratokat, amelyek arról szóltak, hogy itt gyakorlatilag milyen beruházás lesz, illetve lakossági fórumok is voltak. Megtaláltam ezek kapcsolatban, be lett csatolva akkor, tehát még az előző testület ideje alatt, hiszen ez 2009 és 2010 évvége között keletkezett, az ANTS engedély, a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal engedélye és a Duna-Ipoly Nemzeti Park engedélye is. Ez ügyben egyébként 2009. augusztus 26-án 18 órakor a mezőgazdasági szakközépiskola nagy termében lakossági fórum is volt, és ráadásul az erről szóló emlékeztetőt, amit egyébként én feleltem a hivatalban, egyébként László Erika készítette, és jelenléti ív is csatolva van hozzá. Ennek a témái a következők voltak. Pályatervezés, nyomvonal. Környezeti hatások, zajvédelem, Natura 2000 területek védelme. Épített és természeti értékek, vadállomány védelme. Tervezett sebesség, járatsűrűség. Villamosítási tervek, P plusz R parkolók. Kisavítási kérdések, biztonsági kérdések, a munkák ütemezése és esélyegyelőségi kérdések. Majd ezután 2009. november 4-én a tervek megvitatása érdekében szintén fórumot szerveztek a NIF ZRT székházában, a meghívót is megtaláltam ebbe az anyagba, tehát ott a részletes munkaterv is megismerhető volt. Én nem találtam olyan feljegyzést, hogy bármelyik civil szervezet ott bármit is kifogásolt volna. Hát ezek után nagyon furcsálom, hogy néhány ember a demonstrálók közül felelőst bűnbakot keres. Én azt gondolom, hogy mindenki először nézze meg, hogy a saját maga házatáján mit tett annak érdekében, vagy mit kellett volna megtenni, hogy ez korábban esetleg megelőzhető legyen. Úgyhogy még egyszer azt szeretném hangsúlyozni, hogy mi minden törvényes eszközzel próbáltunk eljárni. Országgyűlési képviselőnknél, a NIF-nél, miután kivágták a fát,
tárgyalásokat kezdeményeztünk, és a bajt, a problémákat enyhítő körülményeket kerestünk magyarul. Kértük, hogy minél több fát és cserjét ültessenek a helyére. Én tudom, hogy ez nem oldja meg, hiszen egy 146 éves fáról van szó, de hát be kell látni, hogy nyilvánvaló egy több milliárdos beruházásról van szó, és ezt valamilyen, én meg nem mondom milyen okból, mert én semmilyen tájékoztatást erről nem kaptam, hogy ezt műszakilag miért nem lehetett megoldani, vagy ez mennyibe került volna, de ezt a fát sajnos kivágták. Egyébként ezek a tárgyalások, én azt gondolom, viszonylag sikeresek voltak azután, mert az első tárgyaláson, ha jól emlékszem, 40 fát és 1500 cserjét ígértek, majd még azután ezt megtoldották még 20 fával, és összesen 3200 cserjét fognak ültetni, és a héten szintén sikerült beszélni a NIF kommunikációs osztályával, a falutakarítás alkalmával 20 fát még pluszba el fognak ültetni Pilis Csabán, ezen kívül pedig még 10 hásfát fognak kifizetni, azt az önkormányzat fogja majd egyébként elhozni, és mi is fogunk, tehát az önkormányzat tavaly is ültetett egyébként, mégpedig 3 utcát fásítottunk be, a Kenderesi útnál az Aulik, a Dagmanics és a Dezsefi utcákat, az idén is lesz fásítás, tehát én azt gondolom, hogy a környezet és a természetvédelem területén nem állunk olyan nagyon rosszul, és igyekszünk minél több fát elültetni. És hát én azt gondolom, be kell valljam őszintén, hogy egy dolgot még megtehettem volna, amit nem tettem meg, mégpedig az, hogy nem láncoltam magam a fához, de hogy továbbiakban a zöldek is megjelennek elégedve, én ma vásároltam magamnak egy láncot, meg egy iszonyatos nagy lakatot, tehát legközelebb majd még ezt is megteszem, hogy kiláncolom magam a fához, hogyha ez a kívánalom. És akkor folytatnám a beszámolót, de ez még akkor elnök úrnak átadom a szót. Köszönöm szépen a szót. Én még egy felhívással szeretnék élni. Polgármester úrral beszéltünk róla. A tavaszi időszak az lezajlik, de ősszel jó igazán fát ültetni. Szeretném felkérni azokat a civil aktivistákat, akik jeles személyükkel megtisztelték a hársfa megvédését, hogy a fásítási programban is vegyenek részt ásóval, kapával, vödörrel, vízzel, és meg lehet mutatni, hogy mit lehet tenni a zöld levegőért itt Pilis Csabán, és hát akkor mégis azért fel tudunk mutatni valamit, ha már a fát nem tudtuk megmenteni. És gratulálok. Köszönöm szépen. Talán még annyit hozzá kell tegyek, és ez fontos, hogy elmondjam, legalábbis én fontosnak érzem, hogy korábban általán említett inkorrekt tájékoztatás miatt, például a jegyzőasszony, aki egyébként szintén próbált segíteni az ügyben, olyannyira, hogy a védelem aláhelyezési eljárást el is indította egyébként, olyan hihetetlen fenyegetéseket és mocskolódásokat kapott, ami azt gondolom, hogy felháborító, és az egyik ilyen hát sértő megjegyzés miatt egyébként a budaörsi rendőrkapitánysággal is konzultált, és elképzelhető, hogy azóta már feljelentést is megtette. És akkor a hásfa témát én le akartam zárni, de nem zárom le, mert még a elnök úr jelentkezett. Köszönöm szépen a szót, polgármester úr. Nagyon röviden szeretném, hogyha a lakosokat tájékoztatnáról, hogy bizonyos mennyiségű fa hova került, önkormányzati kocsi kivitte. Köszönöm, ha ezt megteszi. Igen, ugye a kivágott fáról van szó, ugye? Igen. Tehát a kivágott fát ugye a NIF felajánlotta az önkormányzat részére. A viszonylag kisebb feldarabolt részeket azt a SGCK által kijelölt rászorult családok kapták meg. Ha jól emlékszem, talán 7 család volt, ugye? Jól emlékszem. A nagyobbik törzsét, ami hát úgy ránézésre olyan 2,5-3 méter hosszú és olyan 1-1,20 széles, vagy átmérőjű, abból pedig valószínűség szerint egy padot fogunk majd faragtatni, ezt pedig a testvér településünk Velki Lápás egyik polgára fogja majd hát kifaragni, aki ilyen fafaragásokkal foglalkozik. Már beszéltem a szlovák polgármester úrral, úgyhogy
Valószínűleg majd valamikor, mikor jobb idő lesz, vagy esetleg a Csaba nap keretében, ez viszonylag a látványosság is, hogy ő ezt valószínűleg egy nap alatt meg tudja csinálni, úgyhogy akkor nem tudom, van-e még kérdés hásfa ügyben. Akkor én ezt a hásfa témát lezártam, tehát én egyébként kértem jegyzőasszonyt és a hivatal dolgozóit, hogy ezzel a hásfa témával már ne foglalkozzanak. Így is nagyon sok idő és energia ment rá, azt gondolom, hogy éppen elég feladatunk van. Ha valaki keresi a felelősöket, hát keresse. Március 22-én Velki Lápás testvér településen jártunk a szlovák nemzetiségi önkormányzat tagjaival és néhány Pilis Csabai lakossal. Április 4-én a fővárosi műzőek képviselővel folytattam egy megbeszélést. Ez pedig arról szólt, hogy korábban ugye beszéltünk arról, hogy szeretnénk megállapodni a fővárosi vízművekkel még május közepén, és elküldtünk nekik egy tervezetet, egy megállapodás tervezetet, erről a tervezetről tárgyaltunk, úgy néz ki, hogy apró módosításokkal, de azt mondták, hogy ez elfogadható számukra, úgyhogy várom az írásos megkeresésüket ez ügyben. Április 5-én a FB Nonprofit Kft. Új ügyvezetőjével folytattunk egy megbeszélést, egyrészt itt megismerkedtünk egyáltalán itt egymással, illetve, ami egy jó hír, ha ez bekövetkezik, hogy ők gondolkoznak, hogy egy óvodát, akár egy-kettő, vagy maximum még akár három csoportos óvodát is szeretnének esetleg üzemeltetni. Ez ügyben majd még április végén, május elején még bizonyára majd találkozunk. Én jeleztem, hogy tehát anyagi lehetőségünk igazából nincs, hogy ezt támogassuk, ők ezt tudomásul vették, ők az elvi támogatást kérték. Én biztosítottam róla őket, hogy mi ezt támogatni fogjuk. Hát más olyan nagyon fontos esemény, amiről most be kéne számoljak, nem történt. A következő napirendi pontunk pedig az ötös, a zárt ülésen hozott határozatok ismertetése. Ugye a jegyzőasszony beteg álmányban van, ezért Sotner Norbert igazgatási övezetének adom át a szót. Köszönöm szépen. Tájékoztatásuk közlöm, hogy az elmúlt képviselőtestületi ülés zárt ülésen a 34-es 35-ös számú határozatot hozta Pilis Csaba nagyközség önkormányzat képviselőtestülete. A 34-es alapján Pilis Csaba nagyközség önkormányzat képviselőtestülete Pilis Csaba nagyközség szolgálatáért Keresztes Józsefné részére Pilis Csabáért emlékplakett elismerést adományoz. A 35-ös számú határozata alapján pedig Pilis Csaba nagyközség önkormányzat képviselőtestülete Pilis Csaba nagyközség szolgálatáért Florián Stefánia részére Pilis Csabáért emlékplakett elismerést adományoz. Köszönöm szépen. A következő napirendi pontunk pedig a hatos, ez pedig a Habspeise Kft. Díjemelési kérelme. Szintén Norbi, te vagy a előterjesztő, visszaadom a szót. Köszönöm. Pilis Csaba nagyközség önkormányzata tavaly év március 30-án kötött szerződést a Habspeise Kft.-vel az intézményi étkeztetésnek az ellátására. Ez a szerződés idén június 30-án fog lejárni. Ugye a térítési díjakról született egy 9/2011-es számú rendelet is, amelyben ezek pontosan meg vannak határozva. Február 20-án Habspeise levelében jelezte, hogy 10%-kal kívánja emelni a díjakat. Ehhez nem járultunk hozzá, a pénzügyi ellenőrzési bizottság tárgyalta ezt az emelést, 5%-ot javasol a képviselőtestületnek elfogadásra. Egyébben nem kívánom kiegészíteni az előterjesztést. Köszönöm. Ja, köszönöm szépen. Ugye még annyit szeretnénk megjegyezni, hogy a PEB javaslata szerint ugye ezt az 5%-os emelésnek a forrása az a költségvetésből előirányzott átcsoportosítással kerüljön megoldásra. És ugye ezzel együtt majd természetesen a rendeletet is módosítani kell. Nem tudom, van-e valakinek kérdése ezzel kapcsolatban? Dezső? Sem mondom, hogy ez egyeztetve lett aztán a szolgáltatóval, tehát ők beleegyeztek ebbe a megoldásba.
Előtte egyeztettem a szolgáltatóval, és én már akkor jeleztem, hogy nagy valószínűség szerint 10%-kal nem fogjuk tudni megemelni, de valamilyen emelés azért várható. Ők nyilván ennek is örülni fognak, ennek a 5%-os emelésnek. Ugye ez most ugye két hónapra szólt tulajdonképpen, utána úgyis ki kell majd írni újra a pályázatot. Tehát közben én kaptam egy olyan táblázatot, amit az ANTS fogalmazott meg, hogy egyébként milyen nyersanyagból, meg milyen egyéb anyagokból mennyit kell adni a gyerekeknek. Egyébként vannak, hogy az óvónők folyamatosan bombázzák kérésekkel a közétkeztetést végző céget. Tehát azokat a kéréseket nem lehet teljesíteni csak abban az esetben, hogyha nyilván itt változtatunk az árakon. Hiszen, hogy mondjak egy példát, ugye szeretnének, hogyha több rozskenyér, rozskifli, de tudjuk, hogy a különbség nem kevés. Úgyhogy ezt, ha szeretnénk teljesíteni, akár csak megközelítőleg is, nyilván ebből a normatívából nem megy, de én azt gondolom, hogy a PEB is figyelembe vette, hogy gyerekekről van szó, és ugyan nincs a költségvetésben külön erre elkülönített pénzösszeg, de mégiscsak ez az 5%-ot javasolta elfogadásra. Úgyhogy én is azt javaslom a képviselőtársaimnak, hogy fogadjuk el ezt az 5%-os emelést, és ezzel együtt majd ugye, természetesen a tétesi díjakhoz szóló rendeletet is módosítjuk. Nem tudom, van-e további kérdése valakinek. Nincs, akkor a határozati javaslat. Püristva Nagyközségi Önkormányzatának képviselő testülete elfogadja az intézményi nyersanyag normák 5%-os emelését, és egyben hozzájárul a Hausmeister Kft. 5%-os díjemeléséhez. Határidő azonnal felelős a polgármester, aki ezért ért, kérem jelezze. Egyhangú 7 szavazattal elfogadtuk, és akkor a rendeletünk módosítása az intézményi élelmezési nyersanyagnormákról és az intézményi tétési díjakról szól a 7/2009, 4. hó 6 számú rendelet módosítását, aki elfogadja nyilván a díjtételek, szerepelnek annak a módosítása, azt kérem jelezze, és ez is úgy látom, hogy 7 egyhangú szavazattal elfogadtuk. Következő napirendi pontunk a 7-es. Gyermekvédelmi és szociális személyes gondoskodás szabályozásáról szóló rendelet, és akkor Norbert átadom a szót. Köszönöm. 2009. júniusában Piris Csaba Nagyközségi Önkormányzat képviselőtestület elfogadta a gyermekvédelmi és szociális személyes gondoskodás szabályozásáról szóló 15/2009-es számú rendeletét. Ez egyszer már 2011-ben lett módosítva a személyi térítés és az intézményi térítési díjak változása miatt. Most a módosítás két okból volt szükséges. Egyrészt azért, mert ezek a térítési díjak ismételten változtak, másrészt pedig időközben a szociális törvény és a gyermekvédelmi törvény is változott, és ennek megfelelően harmonizáltuk a rendeletünket a magasabb szintű jogszabályokhoz. Ennek mellékletét képezi az előterjesztésnek az új gyermekvédelmi és szociális személyes gondoskodásról szóló, ellátásról szóló rendeletünk. Ami nagyon fontos volt, és ezt ki is emelném, hogy nagyon sok rendelettel itt Piris Csabán az a probléma, a jogi szemmel elnézve, hogy nagyon sok rendelet szó szerint ugyanazokat a törvényi tényállásokat tartalmazza, ami a jogalkotásra szóló törvény alapján nem lehetséges, tehát a rendelet és a törvény szóró-szóra ugyanezt nem használhatja, úgyhogy ezért van az, hogy a mellékelt rendelet tervezetben nagyon sok a korrektúra és nagyon sok a kihúzás, ugyanis ott, ahol ismétlés van, ott elég visszahivatkozni a magasabb szintű jogszabályra. Ahogy az előterjesztésből is látszik, két dolgot emelnék ki. A szociális törvény elvileg előírná, hogy a 3000 főnél több lakosságú településen az idősség nappali ellátását köteles a település, illetve annak önkormányzata biztosítani. Ez a feladat jelenleg ellátatlan, illetve 2000 fő felett kötelező egy helyi szociálpolitikai kerekasztalt létrehozni, amely most a rendelet alapján meg is valósul, és erre évente egy alkalommal évvégén fog sor kerülni. A rendelet tervezetet a Pénzügyi Ellenőrzési Bizottság tárgyalta, és a 31-es számú határozati javaslatában úgy döntött, hogy az előterjesztés mellékletét is képező, illetve a rendelet mellékletében, az egyes számú mellékletében feltüntetett szociális étkeztetési díjakat kérte a képviselőtestülettől, hogy fogadja el. Köszönöm. Köszönöm szépen. Elnök asszony.
Helyesbítenék, a pénzügyi ellenőrzési bizottság nem tárgyalta a rendeletet, kizárólag a díjról tárgyaltunk. Ugyanaz előterjesztésbe volt csatolva a rendelet, de a pénzügyi ellenőrzési bizottság nem érezte feladatának, hogy a rendeletről tárgyaljon. Jó, köszönöm szépen. Igaz, köszönöm szépen a pontosítást, valóban a mellékletet tárgyaltak. Rendben, további kérdés esetleg van-e? Úgy látom, hogy nincs, akkor szavazhatunk. Dezső. De van, bocsánat, akkor Dezső. Úgy látom, hogy nem két dologról van szó. Egyik ez a díjtételeknek az elfogadása. Én úgy gondolom, hogy ebben a tekintetben a testület most tud szavazni. A rendeletről most ebben a formájában én nem látom jónak, hogyha szavaznák. Ez egy munkaanyag, ami nyilvánvalóan megfel, de a testületnek úgy gondolom, hogy egy végleges szövegformát kellene elfogadnia, akkor már, amikor ez ide kerül van a formában, akkor tudja ezt a testület rendeletként elfogadni. Köszönöm. Igen, ez valószínűleg azért van, mert képviselő úr a papír alapon kapta meg, és abban valóban a korrektúrázott változat lett kinyomtatva, és nem pedig az a végleges verzió. A képviselőnek, akinek valóban Word-ben lett megküldve, ott ez egy kattintás, ugye be lehet állítani, de valóban jogos képviselő úrnak ez a fajta aggája, hogy a korrektúra miatt ön nem feltétlen látja át, hogy mi az új rendeleti javaslat. Ezzel egyet tudok érteni. Jó, egyébként ezt úgyis majd még egyszer módosítani kell majd valamikor az ősz folyamán, vagy még hamarabb, mert ugye akkor megint valószínűleg változni fognak. Rendben, tehát akkor aki egyet tud érteni a gyermekvédelmi és szociális személyes gondoskodás nyújtó ellátásokról szóló rendelettel, azt kérem jelezze. Ez 6 igen, aki nem tud egyet érteni, olyan nincs, akkor nyilván egy tartózkodás mellett fogadtuk el. 8-as napirendi pontunk, az önkormányzat a vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló rendelet. Ismét Norberté a szó. Köszönöm szépen. A nemzeti vagyonról szóló törvény alapján felületvizsgálva a Pilis Csaba nagyközség önkormányzatának szintén vagyon rendelete, amely egy 2011-es rendelet. Ugye az előző ülésre, a március 12-én tartott ülésen már az ennek mellékletét képező közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási terv el lett fogadva, most pedig a törvénnyel harmonizálva lett maga a rendelet is, és ez a rendeleti javaslat található az előterjesztés mellékleteként. Ami még fontos, és gyakorlatilag ezért nem lett a március ülésre behozva még maga a rendelet, mert azóta elkészült a vagyonkataszter, amelyet az adó- és gazdasági osztály vezet, és gyakorlatilag ezzel a vagyonkataszterrel együtt alkot egy kerek egészt ez a rendelet. Köszönöm. Köszönöm szépen. Van esetleg kérdés? Elnök asszony. Itt viszont jelezném, hogy az SMS szerint a pénzügyi ellenőrzési bizottságnak véleményezni kellett volna a vagyonrendelet módosítását, viszont ez nem szerepelt napi rendként a pénzügyi ellenőrzési bizottság ülésén. Köszönöm. Jó, köszönöm szépen, esetleg van ezzel kapcsolatos javaslatod? Logikusan a pénzügyi ellenőrzési bizottság ülésére kellene behozni. Jó, tehát akkor magyarul vegyük le. Gondolom, ez nem késünk el vele, hogyha a következő rendben. Hát akkor ezt túltárgyaltuk. A 8-as napirendi pontot akkor ezt levesszük. A 9-es napirendi pont következik, ez pedig az önkormányzat szervezeti működési szabályzat módosítása. Hát ismét Norbert, tiéd a szó. Köszönöm szépen. Pilis Csaba nagyközség önkormányzata képviselőtestülete a tavalyi december 12-én tartott ülésén elfogadta a hivatali SMS-t, amely már tartalmazta azt, hogy a pénteki napokon nem lenne ügyfélfogadás. Ezzel összhangba, illetve harmonizációba hozva az önkormányzati SMS-t most gyújtanánk be módosításra, amelynek alapján a pénteki napon nem lenne ügyfélfogadás. A másik jelentős változás abból adódóan, hogy jegyzőasszony jelenleg táppénzen van, az ő helyettesítése a jelenlegi sem rendelet, sem szabályzatok alapján nem megoldott,
így szükséges arról gondoskodni, hogy az ő tartós távollétében az ő helyettesítése biztosítva legyen, és tekintettel arra, hogy a hivatal struktúrája időközben vagy bármikor változhat, szükségesnek tartottam, hogy az önkormányzati SMS ne azt tartalmazza, hogy az igazgatási osztály mindenkori vezetője látja el a jegyző helyettesítését, hanem az a szervezeti egység vezetője, aki az önkormányzati, hatósági és igazgatási feladatokat látja el. Ezzel gyakorlatilag azt úsztuk meg, hogyha a jövőben változna az igazgatási osztály elnevezése, struktúrája, az nem vonja maga után azt is, hogy az önkormányzati SMS-t változtatni kellene. Köszönöm. Köszönöm szépen. Tehát annyit szeretnék hozzáfűzni, hogy a lakosok is értsék, hogy tehát ha ezt elfogadjuk, akkor pénteken ügyfélfogadás ugye nem lesz, de az ügyfélszolgálat ugyanúgy nyitva van, tehát anyagokat le lehet adni, és hát természetesen sürgős esetekben ugyanúgy fogunk intézkedni, mint ahogy eddig is. Ezt én kértem, hogy ezt mi alap hozzuk ide be képviselőtestület ülésre, mégpedig azért, mert a hivatal létszáma az ugye, mint ismeretes, viszonylag kicsi, tehát lecsökkentettük az elmúlt időkben, és hát rengeteg munka van, testületi anyagok előkészítése és egyéb fontos munkák, és egyébként, ahogy megnéztem, a szomszédos önkormányzatoknál is hasonló a ügyfélfogadás rendje, tehát Vörösváron, Solymáron sincs pénteken már ügyfélfogadás. Ezért javasoltam, hogy ezt mi hamarabb mi is tegyük meg, és remélhetőleg ezzel egy picit felszabadítjuk a dolgozóinkat az irányba, hogy itt a hivatali munkát jobban, gyorsabban és tisztességesebben el tudják látni. Különösen fontos ez akkor, amikor a testület ugye minden hónapban rendszeresen ülésezik, vannak rendkívüli testületi ülések, ugye most is ugye elég sok napirendi pontunk van, szám szerint 30, tehát rengeteg anyagot kell előkészíteni. Korábban ugye érte kritikát a hivatal, hogy nagyon sok a baki, vagy nem készülnek el időben az előterjesztések, nagyon sok az utánküldés, ugye szeretnénk kiküszöbölni, és én magam is szeretném, hogyha olyan előterjesztések kerülnének már a bizottságok elé, hogy ne a bizottság tagjainak kelljen kvázi utána nézni bizonyos jogszabályoknak, vagy hogy mit, hogyan kellene csinálni, hanem a hivatal döntési helyzetbe tudja hozni a bizottságokat, úgy, ahogy az egyébként normális esetben illik. Nem tudom, elnökasszony. Azt szeretném megkérdezni, hogy itt a második paragrafusban kifejezetten ki van emelve, hogy a helyettes a munkáltatói jogkör gyakorlásának kivételével minden más jogkör gyakorlására jogosult, hogy az jogszabályba ütköző, hogyha a munkáltatói jogkör gyakorlása is a helyettesre van telepítve? Köszönöm. Igen, tehát az a KTTV alapján az intézmény vezető, vagy hát esetünkben a jegyző helyettese munkáltató jogokat nem láthat el. Ez azt jelenti, hogy sem a kinevezés, sem a felmentés, sem a hivatal átszervezése, sem illetmény eltérítés, illetve hogyha valakinek a jogszabályból eredően illetménysávot ugrik előre, abban sem, a helyettes nem írhatja alá. Tehát ez azért egy meglehetősen korlátozott jogkör, amivel a helyettes azért rendelkezik, pláne hogyha ezt hosszú távon tekintjük. De ezzel a jogalkotó gyakorlatilag azt akarja ösztönözni, hogy a helyettesítés az ne egy állandósult helyzet legyen, mert az senkinek sem jó, és a munkáltató jogkör pont ezt jelenti, hogy azt nem lehet átruházni soha senkire, hogyha hivatalban kinevezve intézményvezető van. Köszönöm szépen. És mi van akkor, ha valaki két évig beteg? Hát maximum egy évig lehet valaki táppénzen, igen. Ebben az esetben, én ennek már utána kérdeztem, tehát 6 hónap után a kormányhivatal kinevez mindenképpen egy, most mondjuk polgármesteri hivatal esetében önkormányzatnál jegyzőt. Tehát ez automatikus. Lehetőség van persze arra is, ez éppen egy kormányhivatali állásfoglalás alapján, hogy abban az esetben, hogyha nem megoldott a jegyző helyettesítése, mint például a jelenlegi esetben, hogy olyankor a kormányhivatal nevezzen ki azonnal a 6 hónap türelmi határidőt be nem tartva egy megbízott jegyzőt. Tehát annyi változás van a korábbiakhoz képest, hogy nem kérhetjük, hogy
célzottan, hogy mondjuk Pili Szent Iván vagy a Csé vagy Jászfogú jegyzőjét kikérjük, hanem a kormányhivatalt kell megkérni. Én egyébként beszéltem is a kormányhivatalról ez ügyben, jeleztem, hogy reményeim szerint nem lesz hosszú betegállomány, ha mégis, akkor természetesen kérni fogjuk, hogy akkor nevezzenek ki egy jegyzőt, ha mégis hosszabb lenne a betegállomány, de hát reméljük, hogy nem így lesz. Van esetleg további kérdés? Nincs. Akkor szerintem szavazhatunk. Tehát az önkormányzati rendelet, a képviselőtestület és szervei, szervezeti és működési szabályzatról szóló 8/2012, 4. hó 6. rendelet módosításáról. Aki a módosítást elfogadja, azt kérem jelezze. 7 egyhangú szavazattal elfogadtuk. A következő napirendi pontunk a 10-es, ez pedig a település rendezési eszközök készítésével, módosításával kapcsolatos partnerségi egyeztetés szabályaira szóló rendelet. Ismételten Norbert kérlek. Köszönöm szépen a szót. Előzetesen jelezném, hogy ez is a következő 4 napi rendi pont az szorosan egymással kapcsolódik és egymásba illeszkedik, és mind az 5 napi rendi pontnak, ahogy a rendeleteknél minősített többség szükségeltetik az elfogadásához. Ez a partnerségi egyeztetés szabályról szóló rendelet, ez egy abszolút új rendelet lesz. Ennek ez a magát a rendeletet azt hívja életre, hogy a településen a településfejlesztési koncepció, az IVS, a szerkezeti terv és akár a HÉSZ-nek a társadalommal történő egyeztetésének a módját szabályozza ez az új rendelet. Ugye Piris Csabán már van egy rendelet, amely éppen a társadalmi nyilvánosságot a rendelet alkotással kapcsolatban szabályozza, de ez egy különös rendeletnek minősül ahhoz képest, már mint jogi értelemben, és ennek alapján a rendelet az egyeztetést azt másképpen szabályozza, így például más partnerek vehetnek részt az egyeztetésben, illetve más ennek a lefolyása. És maga a rendelet kimondja, hogy az előbb felsorol például a HÉSZ, vagy egy új településfejlesztési koncepció más helyeken is megjelenhet, például a honlapon, közvetlen tájékoztatás formájában a lakosság felé, illetve a polgármesteri hivatal hirdető tábláján is. Ezt követően pedig akik válaszolnak a megadott munkaanyagra, azok részt vehetnek a további egyeztetés folyamatában. Röviden és tömören erről szól ez a rendelet, aminek kérem az elfogadását. Köszönöm. Köszönöm szépen. Esetleg főépítész úr nem akarsz hozzászólni? Látom, hogy szeretné, csak nem mersz. Köszönöm a szót. Igazából csak arról van szó, hogy a tavaly szeptemberi testületi ülésen a képviselőtestület elhatározta, hogy megújítja a településrendezési eszközöket, és amíg a tavalyi jogszabályok szerint futtattuk végig a koncepciót, addig a további munkának alapfeltétele ez a partnerségi együttműködés szabályozó rendelet. Ezt a kormányhivatal jelezte felém, hogy a stratégia megalkotását ezzel a rendelettel kell kezdeni, olyannyira, hogy amennyiben a képviselőtestület ezt elfogadja, már holnap kimennek a stratégiához kapcsolódó levelek, elő van készítve. Erre a rendeletre várunk. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Van esetleg valakinek kérdése vagy javaslata? Úgy látom, hogy nincs. De van. Bezse. Plombolém ilyen, amit a napi rendelet is van. A 5-ös paragrafusban az első mondat. Nyitva hagy egy kérdés, beérkezett javaslatok... Be van kapcsolva. Ki nem hallja? Tehát az 5-ös paragrafusban, az első bekezdésben a beérkezett javaslatok, vélemények, ezekre adott válaszok és kapcsolódó iratok dokumentásáról és nyilvántartásáról gondoskodni kell. Így. Nyitva hagyja a kérdést. Jobb lenne, hogyha megnevezni, hogy ki az, aki gondoskodik erről a nyilvántartásról és dokumentálásról. Tehát, hogyha konkrétan megneveznék, akkor értelmű lenne a rendeletben, hogy hol van. Én úgy gondolom. Jó, köszönöm szépen. Itt a dokumentálását, mivel hogy ez a hivatalhoz érkezik be, egy hivatali e-mail címre, illetve a főépítész úrnak a hivatali e-mail címre, ezért a hivatal fogja dokumentálni az iktatórendszer
iktatórendszeren keresztül, illetve ezen keresztül tartja is nyilván. Erre a kérdésre ezt tudom önnek válaszolni. Nem, nem. Rendben, további kérdés? Nincs, akkor szerintem szavazhatunk. Hát aki a partnerségi egyeztetés szabályaira szóló rendeletünket elfogadja, kérem jelezze. 7 egyhangú szavazattal elfogadtuk. 11-es napi rendi pont, következő szintén egy rendelet. A Pilisztó Nagyközség önkormányzati rendeletének előkészítésében való társadalmi részvétel szabályára szóló 12/2012, 10. 10. rendelet módosítása következik. Norbert szintén. Köszönöm szépen. Az előbb említett partnerségi rendelethez kapcsolódva, mivel ez egy különös szabálynak minősül, az általános részvétel szabályról szóló rendeletünket, a 12/2012-est szükséges módosítani, amely egybekezdésben módosul. Ez így fog kinézni: a helyépítési szabályzat és a település szerkezeti terv készítésének és módosításának társadalmi egyeztetéséről külön rendeletben foglalt szabályok az irányadóak. Ezzel az egy mondattal módosulna a 12/2012-es önkormányzati rendelet. Ahogy az előzőt, ezt a rendeletet is a TÜKI Bizottság tárgyalta és elfogadásra javasolta a testületnek. Esetleg kérdése valakinek? Oni, nincs, akkor aki a rendelet módosítását elfogadja, kérem jelezze. 7 egyhangú szavazattal elfogadtuk. 12-es napi rendi pont következik. Tervtanács létrehozásáról és működésének rendjéről szóló rendelet. Köszönöm. A tervtanácsi rendeletünk az már van, az 1/2008-as. Annak alapján azonban egy magasabb szintű új jogszabály született, szükséges egy új rendeletet létrehozni. Az új rendelet alapvetően az előzőnek az átírásával, illetve vázára épül. Néhány változást azért kiemelnék belőle. Ennek alapján a tervtanács lesz az, aki véleményezi ezek után a 300 négyzetméter bruttó alapterületnél nagyobb, vagy és 4 méter építmény magasságnál nagyobb építmények építési, bővítési, elmozdítási terveit, illetve az e-pont szerinti építmények utcai, közterületi homlokzatait is érintő terveket. Alapvetően azonban a műszaki dokumentációt a főépítész fogja véleményezni, de ebben az előbb felsorolt két pontban, amely különösnek minősül, itt a tervtanács fog eljárni, és ő fog javasolni a polgármester részére, hogy ezt a műszaki dokumentációt elfogadásra ajánlja, vagy pedig nem ajánlja. Ami még újdonság, az a tervtanácsnak az összetétele. Újdonság, hogy lesz két kiegészítő, vagy lehet pontosabban két kiegészítő tag, amennyiben a tervtanácsot vezető főépítész ezt így ítéli meg. Korábban nem volt szabályozva a tervtanács működésében, hogy hozza az érdemi döntéseit, a határozatait. Ez egyszerű szavazati többség, és szavazategyelőség esetén pedig a elnök, vagyis a főépítész döntene. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen, esetleg van valakinek kérdése vagy javaslata el kapcsolatban? Nincs, akkor szerintem szavazhatunk. Akkor aki az önkormányzati tervtanács létrehozásáról szóló és működésének rendjéről szóló rendeletet elfogadja, kérem jelezze. 7 egyhangú szavazattal elfogadtuk. 13-as napi rendi pont. A településképi véleményezési eljárásról szóló rendelet következik, szintén Norbert. A jogalkotó a településkép alakulásának felelősségét és szabályozását a helyi önkormányzat feladatává tette. Ez azt is jelenti, hogy az építési engedély megkérését megelőzően a polgármesternek kell előzetes véleményt nyilvánítania. Ez is egy új rendelet lesz. Ennek a rendeletnek gyakorlatilag a jogalkotó részéről az volt a célja, hogy a településképet meg tudják őrizni az adott települések, tehát ez ebben fontos. Ami a lakosság számára fontos lehet a rendelet alapján, hogy településképi véleményezési eljárást kell lefolytatni két esetben. Akkor, hogyha egyrészt új építmény építésére kerül sor, másrészt akkor, hogyha a meglévő építmény, a meglévő tetőtér beépítését is ideértve, ennek bővítéséről van szó.
Itt az építészeti műszaki tervdokumentációval kapcsolatban a vélemény alapját a főépítész adja, akinél állásfoglalást a tervtanács adhatja ki. Fontos, hogy ez az eljárás illeték köteles, 3000 forint illetéket szükséges befizetni, és ki kell tölteni a mellékelt kérelmet, ami az előterjesztés részeként lett benyújtva. A településképi véleményezési eljárás végén pedig a polgármester az építési tevékenységet engedélyezésre, vagy igen, engedélyezésre vagy javasolja, vagy pedig nem javasolja. Köszönöm szépen. Köszönöm. Van esetleg kérdés vagy javaslat? Dezső? Itt ez az építési engedélyre kötelezett eljárásokról szó. Végre a bontás is benne van? Tehát esetleges bontás esetén, hogy ilyen véleményt kell alkotni, vagy véleményt ad a polgármester? Ez nem derült ki számomra, csak egy kérdés. Köszönöm. Főépítész úr? Igen, tehát a rövid válasz az igen. A kicsit bővebb válasz pedig az, hogy itt a járási rendszer kialakulásával, azzal, hogy a műszaki irodáról az ügyintézés átkerült másik településre, másik települési helyszínre, ez az egyedüli rendelet az, amelyik lehetőséget biztosít az önkormányzat számára, hogy érdekét érvényesítse a saját településén megvalósuló építési engedély köteles beruházásokra. Furcsa módon, de az építési engedély köteles beruházások közé tartoznak a bontási eljárások is, tehát ezért a válasz röviden igen. Köszönöm szépen. Van esetleg még valakinek kérdése, javaslata? Nincs. Akkor aki a településképi véleményezési eljárásról szóló rendeletet elfogadja, kérem, jelezze. 7 egyhangú szavazattal elfogadtuk. A következő a 14-es napirendi pont, ahol a településképi bejelentési eljárásról szóló rendelet következik. Norbert. Köszönöm szépen. Ez az utolsó építési jellegű rendelet tervezetünk. Itt a településképi bejelentési eljárásról azért volt szükség rendeletet alkotni, mert egyrészt a 314/2012-es kormányrendelet felhatalmazást ad az önkormányzatnak, hogy ezt megalkossa, és mi úgy gondoltuk, hogy ez hasznos. Méghozzá azért, mert így a helyi építészeti sajátosságok és értékek, illetve a települési arculat védelme ezen a rendeleten keresztül biztosítható. Itt is gyakorlatilag a polgármester kap lehetőséget arra, hogy ilyen településképi bejelentési eljárást folytasson le. Ebben a rendeletben meg vannak határozva, hogy a polgármester a település mely területein, a nem építés engedély, melyek azok, amelyek nem építési engedély köteles munkák, továbbá, hogy a reklámberendezéseket hogyan és milyen módon lehet felszerelni, ugyanis ez utóbbinál fontos lehet az, hogy egy-egy rosszul elhelyezett cégér, vagy tábla, vagy reklámtábla kedvezőtlenül, illetve rosszul befolyásolja azt az adott utcaképet, vagy a településnek azt a részét. Ilyenkor a hivatal a rendelet alapján, illetve a polgármester a eredeti állapot helyreállítására kötelezheti az adott ingatlan tulajdonost, amennyiben pedig ennek nem tesz eleget, akkor bírságolhat is. A bírságolásnak a maximális összege az 50 000 forintot jelent. Egyébként ez a rendelet is az újpiriscsaba.hu honlapon társadalmi egyeztetésen vett részt, ahol kaptunk egyetlen egy érdemi észrevételt is, amelyet sikerrel beépítettünk a rendelet tervezetbe. Tehát úgy tűnik, hogy a Piriscsaba lakossága érdeklődik az iránt, hogy a településkép hogyan alakul, és nagyon örültünk ennek az új kezdeményezésnek, hogy mert nem számítottunk arra, hogy a társadalom részéről bárki is ezt jelezni fogja felénk, hogy neki volna egy konstruktív ötlete, értéke, amit be tudnánk tenni ebbe a rendeletbe, úgyhogy köszönöm még egyszer a lakosságnak, és bátorítom őket, hogyha a jövőben is megjelenik hasonló témájú vagy más témájú rendelet tervezet, ahhoz nyugodtan küldjék meg az észrevételeiket, mert fontos az, hogy ők mit gondolnak az adott témában, és lehet, hogy ők valamilyen más szemszögből látják azt, amit mi itt a jogalkotással nem látunk. Köszönöm. Köszönöm szépen. Van esetleg valakinek meg kérdése vagy javaslata? Nincs.
Van. Főépítész úr. Köszönöm a szót. Annyit szeretnék röviden mondani, hogy ez a rendelet az építési engedélyhez nem kötött beavatkozásokat próbálja terelgetni, jó irányba vinni. Az Értékgyűjtő Akció partnerségi program kapcsán többen észrevételezték azt, hogy hogyan néznek ki közterületeink, hogyan elharapóznak a különböző szedetvedett reklámok, csiricsárira festett épületek, nem megfelelő helyeken. Ezek mind a január 1-től a nem építési engedély köteles kategóriába tartoznak. Ennek megfelelően próbáltuk ezt a rendeletet összeállítani, hogy aminek az az elmélete, hogy az önkormányzat és a polgármester úr mindenről tudjon, ami történik a faluban, de olyan az eljárásnak a rendje, hogyha valaki megnézi a rendeletet, hogy a lehető leggyorsabb és nem akadályozná elvileg a tevékenységet. Mindamellett ez egy szigorú rendelet. Tehát ezt szeretném elmondani, hogy könnyen elképzelhető, hogy ezt a rendeletet majd módosítanunk kell, hogyha esetleg olyan részei lesznek, amik nem bizonyulnak életszerűnek, de azt gondoltuk, hogy egy ilyen relatíve erős szigorral indítanánk, és akkor utána módosítanánk a gyakorlat tapasztalatai szerint. Úgy veszem észre, hogy az emberek többsége nincs ahhoz hozzászokva, hogy a közösségre is gondoljon, amikor a saját terciáján tevékenykedik, pedig azt gondolom, hogy egy egészséges településkép, egy ilyen értékes település, mint Pilis-Csaba esetében kiemelten fontos, és azt is gondolom, hogy az jó, hogyha az emberek egy támogatást is kapnak a főépítési oldalról, hogy hogyan csinálják, amit szeretnének csinálni. Köszönöm. Köszönöm szépen. Egy picit magyarra fordítsam még, tehát ez nem annyira lehetőség, mint tulajdonképpen egy feladat a polgármester számára, természetesen majd a főépítész úr nekem ebben segítségemre lesz. Úgyhogy még egy indok, amivel majd lehet szapulni a polgármestereket. Van esetleg még valakinek kérdése vagy javaslata? Nincs, úgy látom. Akkor, aki a településképi bejelentési eljárásra szóló rendeletet elfogadja, kérem jelezze. 7 egyhangú szavazattal elfogadtuk. Következő 15-ös napirendi pont. Napsugár óvoda alapító okiratának módosítása. Még mindig Norbi, te vagy a előterjesztő. Köszönöm szépen. A nemzeti köznevelésről szóló törvény előírja, hogy a köznevelési intézmény alapító okiratának mit kell tartalmaznia. Természetesen tartalmaznia kell többek között az intézménynek a hivatalos nevét, de ezt viszont nem akárhogyan. Pontosan kell meghatározni. Éppen a napsugár óvoda kapcsán nem elég az, hogy a Pilis-Csabán működő óvodának az a neve, hogy napsugár óvoda, hanem meg kell jelölni azt is, hogy Pilis-Csabai napsugár óvoda. Gyakorlatilag az alapító okirat módosításának egyik lényegi eleme ez. A másik pedig, hogy a szakfeladatrendnél bekerült a nemzetiségi óvodai nevelés és ellátás, mert az óvoda két tagintézményében van egy nemzetiségi csoport is, ahol német nyelvoktatás történik óvoda pedagógus segítségével. Gyakorlatilag ebben a két pontban módosulna az alapító okirat, és ennek alapján kérem, hogy fogadja el a képviselőtestület a határozatot. Köszönöm. Köszönöm szépen. Van esetleg valakinek kérdése vagy javaslata? Úgy látom, hogy nincs, szerintem egyértelmű. Akkor, aki a napsugár óvoda alapító okiratának módosítását elfogadja, kérem jelezze. 7 egyhangú szavazattal elfogadtuk. Következő napirendünk, ez pedig pályázati indulás, az AROP 3.A/2 kódjelű szervezetfejlesztése a KML régiókban lévő önkormányzatok számára nevű pályázat. Norbert, legyen szíves, szervezd elő. Köszönöm. Röviden a maga pályázatról. Ez egy szervezetfejlesztési pályázat, ami az önkormányzatra vonatkozik. Önrész nem szükséges hozzá, tehát az Európai Unió 100%-ban támogatja ezt a projektet. A pályázat fő célja, hogy az önkormányzat tudjon alkalmazkodni a január 1-e óta fennálló új közigazgatási rendszerhez, tehát a járási hivatalok létrehozásával, amely létrejött. Egy-két elemet emelnék ki belőle. Egyik célja lehet magának a pályázatnak, hogy az erőforrások hatékonyság felhasználása javuljon, illetve hogy például a hivatalban a kiosztott feladatok, illetve például a munkaköri leírások kapcsán
ezek átgondoltan és észszerűségi felülvizsgálatával, pontosabban észszerűségi felülvizsgálatával át legyenek ismét gondolva. De nem sorolnám föl, hogy még miket tartalmazhat maga a pályázat. Mi megpróbáljuk mi itt a hivatalon belül ezt megírni, hiszen mi ismerjük talán itt a legjobban a hivatalnak a belső struktúráját, illetve hogy hol lenne szükség ezen változtatni. Ami fontos az esélylatogatás kapcsán, hogy 90 olyan település van Pest megyében, amely 5 és 20 ezer fő lakosság közötti, és nagyjából 20-25 pályázat lesz támogatva. Tehát körülbelül 25%-os az esélyünk, hogy ezen a pályázaton nyerni fogunk. Igyekszünk a maximális összegre pályázni. Még annyit emelnék ki belőle, hogy a projektben, a pályázatban igényelt összeg 30%-a az célirányos megbízásos szerződések alapján a hivatal dolgozói között célfeladat kitűzésével természetesen szétosztható. Annak érdekében, hogy a pályázat beadásában ne legyenek formai hibák, illetve hogy egy-két szakmai támpontot még kapjunk, mi a Multikontakt Consulting Kft-vel folytatunk egyeztetéseket, és az ő közreműködésével szeretnénk ezt a pályázatot benyújtani. Köszönöm. Köszönöm szépen. Van esetleg valakinek kérdése ezzel kapcsolatban? Nincs, úgy látom. Akkor határat hozatal bekezik. Az AROP 3.A.2 kódjelű szervezetfejlesztés a Közép-Magyarország régióban lévő önkormányzatok számára című pályázat benyújtásáról. Piriscsó nagyközség önkormányzatnak képviselő testülete úgy dönt, hogy indulni kíván az AROP 3.A.2 kódjelű szervezetfejlesztés a Közép-Magyarország régióban lévő önkormányzatok számára című pályázaton. Felkéri a polgármestert, hogy a pályázatot szükséges dokumentáció készítse el, és a pályázatot nyújtsa be. Határidő a pályázat beadásának végső határidője, felelős a polgármester végrehajtásért jegyző, a végrehajtás előkészítési közgatási osztályvezető. Aki ezzel egyetért, kérem, jelezze. 7 egyhangú szavazattal elfogadtuk. Kérdezem a képviselőtársamat, ha mehetünk tovább, vagy tartsunk esetleg egy rövid szünetet. Mehetünk tovább. Jó. A 17-es napirendi pont. Beszámoló a tervezett fejlesztések alakulásáról. Ugye folyamatban lévő pályázatok az alábbiak, közlekedésfejlesztési koordinációs központ által kiírt az országos főutak átkelési szakaszainak forgalom csillapítására, a gyalogosok védelmének növelésére, a járművek sebességének csökkentésére alkalmas beavatkozások társfinanszírozása című pályázat, akkor van a szennyvízelvezetés és tisztítás konstrukció című KEOP pályázat. Van a nemzeti kulturális alap terhére, ugye a Művelési Infrastruktúra Központ és Könyvtár eszközfejlesztés, hát ami gyakorlatilag tulajdonképpen már azt gondolom, hogy lassan a végéhez ér. Van a Pilis Csabai Napsugáróda, Klotildligeti Tagóda felújítása és korszerűsítése és bővítési című pályázat, amit korábban már jeleztük. A lakosság felé, hogy itt mégiscsak nyertünk pályázatot. A KKK csomópont 2010 pályázat a balesetveszélyes csomópontok társfinanszírozására. Az NFM megbízásából a közlekedésfejlesztési koordinációs központ az NFM útpénztár előirányzat finanszírozásában pályázatot hirdetett 3 témakörben, amelyekre az önkormányzat az alábbi témákkal pályázott. Ugye itt a Piriscsaba 10-es számú főút, Kenderesi út csomópont átépítésének tervezése, ugye a bekerülési összeg az 2.725.000 forint, saját forrás 1.118.000 forint. A pályázat eredményesen szerepelt, a tervezésre szóló közbeszerzés lezárult, a szerződés aláírása folyamatban van. A közlekedés biztonsági fejlesztések Piriscsaba 10-es számú főút, 11.304 bekötő út és a 11.04 önkormányzati útcsomópontjában. Itt a bekötési összeg 88.179.000 forint, saját forrás 26.454.000 forint. Itt szintén eredményesen szerepelt a pályázat. A támogatás folytatásának lehetőségéről még nem kaptunk tájékoztatást. A tervek, a hosszú egyeztetések és a szándéknyilatkozat elfogadása után a Pest megyei Kormányhivatal közlekedési felügyelőségének útügyi osztályától
megkapta az építési engedélyt. A kiviteli tervek határidőre elkészültek. A 1104 önkormányzati út forgalomtechnikai beavatkozásának bekörési összege 2.969.125 forint, saját forrás 296.915 forint lett volna, de ez a pályázat ez nem nyert támogatást. Ugye a szennyvíz elvezetés és tisztítás konstrukció ez ugye folyamatban van, erről többször tájékoztattuk már a lakosságot, itt annyi fejlemény van, hogy ugye a műszaki ellenőrt azt kiválasztottuk, folyik a közbeszerzés a kiviteli tervekre. Hát nagyon fontos és reményem szerint tudjuk tartani a határidőt, hogy itt december 31, tehát 2013. december 31-ig már szerződésünk legyen a kivitelezővel. Itt egyébként, ami komoly hátrányt okozott a tavalyi évben, hogy a műszaki ellenőri tevékenységnél az egyik cég ugye jogorvoslati kérelmet nyújtott be a közbeszerzési döntőbizottsághoz, ezzel pedig konkrétan 3 hónapot vesztettünk, mert egyébként nem adott nekik helyt a döntőbizottság, de hát ez van, én nagyon remélem, hogy itt minden rendben lesz, és a december 31-ig meg tudjuk kötni majd a szerződést. A Művelési Információs Központ és Könyvtár viszont nem tétlenül támogatást nyert a könyvtár eszközfejlesztésére. A Nemzeti Kulturális Alapról szóló jogszabályi feltételek és pályázati felhívás szerint benyújtott pályázat elbírás alapján a Könyvtári Szakmai Kollégium, mint támogató megbízásával a Nemzeti Kulturális Alap igazgatósága és Művelési Információs Központ és Könyvtár között a szerződés az létrejött. Ugye a bekörési összeg 1.799.387 forint, saját forrás 200.000 forint, és ugye van nekünk ez a napsugárovoda, tehát a Klotildigeti tagovoda felújítása, korszerűsítése és bővítése című pályázat. Ugye itt határidőre beadásra került 2012. március 30-án. Szeptember 6-án érkezett értesítés, melyben tájékoztattak bennünket, hogy a pályázat szakmailag megfelelt, és a pályázat az tartalék listára került, majd ezt követően december, tehát 2012. december 20-án kaptunk ismételt értesítést, hogy az önkormányzat gyakorlatilag 120 millió forint összegű támogatást nyert el. Hát röviden is többen, nem tudom, hogy bizottság elnökre, igen, átadom a szót, szeretne hozzászólni. Köszönöm a szót, polgármester úr. A bizottság tárgyalta, és annyival szeretném kiegészíteni, hogy mindannyian emlékszünk arra a tényre, amikor a Balcsi-Zsilinszky út megszerzéséért az előző testület kardoskodott, és az új testület, amikor fölállt ez a testület, akkor az első lehetőségnél próbáltam megragadni az alkalmat, hogy ezt a folyamatot visszacsináljam, és ez sikeres is volt. Ennek következtében a Balcsi-Zsilinszky út még mindig nem az önkormányzat tulajdona, ezért a Magyar Közút, illetve a Magyar Állam a tulajdonos. Erre azért volt szükség, mert nem látszott soha akkora lehetőség, hogy 200-250 millió forintból ez az út felújításra kerüljön. Most viszont folyamatos lobby tevékenységnek következtében előzetesen annyit tudunk mondani erről, hogy a Balcsi-Zsilinszky út bekerült abba a programba, hogy a Magyar Közút ezt mégis felújítani kívánja, a tervek rendelkezésre állnak. Biztosat még nem lehet állítani, de a polgármester úr és jó néhányunk hathatós közreműködésével bízunk abban, hogy ez megvalósul egy éven belül. Köszönöm. Köszönöm szépen. Igen, hát ez egy nagyon jó hír. Én igazából még nem szerettem volna elmondani, de képviselőtársam lelette ezt a poén, de hát reméljük, hogy ez meg is valósul majd. Mert azt gondolom, ez egy óriási tett lenne a falu életében, hogyha ezt az Ozoga-Balcsit végre sikerülne
újjávarázsolni. Nem tudom, hogy még valakinek kérdése vagy javaslata. Nincs, akkor hát aki elfogadja a beszámolót, kérem, készfeltartásra jelezze. 7 egyhangú szavazattal elfogadtuk. Következő napirendi pontunk a 18-as. Beszámoló a település üzemeltetési feladatka 4 éves eredményeiről, a következő 4 év feladatairól. Ugye csak azt tudom mondani, amit korábban is mindig elmondok erről. Tehát az önkormányzatokra vonatkozóan előírt kötelező feladatok egy részét, egy jelentős részét, ugye 2013. január 1-től az üzemeltetési és beruházási osztály község üzemeltetési részlege végzi. Ugye ez úgy hangzik, mintha egy óriási részlege lenne, de ugye ez gyakorlatilag szinte 2 ember és a közcél munkásaink. Ugye ide tartozik a szolgálati gépkocsi is. Ugye az elvégzett feladatok csapadékvíz elvezető ákokból a hordalék kitermelése és elszállítása. Ugye itt meg kell jegyezni, hogy itt egy része ez egyébként nem önkormányzati feladat lenne, de mivel ezt a közút nem végzi el, ezért mi elvégezzük. Itt nem egyszer közkút és a tűzcsap kiszerelésénél a földmunkákat is azért, hogy ne kerüljön a sokba, szintén a közcél munkásaink végzik. Akkor a közútjainkon elgázolt állatok tetemeinek elszállítása is, ennek az osztálynak a feladata buszmegálló vasútállomás környéke 10-es főút mentén, Galancsi úton a hetente, tehát heti rendszerességgel személygyűjtés, a kihelyezett személygyűjtők zsákjainak cseréje. Zárójelben jegyzem meg, hogy ennek ellenére mindig szemetesek ezek a részek, egész egyszerűen nem tudjuk utolérni magunkat. Az intézményeknél a kisebb karbantartási munkák szintén ide tartoznak. Ugye a közszolgálkoztatók éves átlagos létszáma általában az 19 fő volt, 2 női dolgozó a Hauk János Általános Iskolában, a 4 óvodában pedig 4 női dolgozó kerül foglalkoztatásra, illetve az egyéb intézményeknek 8 dolgozó dolgozik. A többi dolgozó általában utcai munkát végez el, ugye a parkok, közterületek gondozása, az intézményeink körül gyommentesítés, hűkaszálás, ugye olyan helyeken is kaszáljuk sokszor a füvet, ahol meggyőződésem szerint nem biztos, hogy kellene, de hát mivel senki nem végzi, és mégse szeretném, hogyha a 10-es főút úgy nézek ki, mint egy szemétdomb, ezért elvégeztetjük, de a jövőben majd ezügyben szeretnék azért majd változtatásokat, mert én azt gondolom, hogy továbbra is mindenkinek feladata lenne, hogy a saját portája előtt azért egy minimális legalább eltakarítson. Az különösen nagyon tetszett, amikor a különböző közösségi oldalokon itt a téli hóeltakarítás alkalmával keményen bírálták az önkormányzatot, és nem egy alkalommal, én nem voltam este, és megnéztem, hogy a bírálók egyébként, a notórius bírálók egyébként hogyan takarítják el a járdájuk előtt, hát jelentem, hogy sehogy. A nagy többsége csak odáig jutott, hogy beült a számítógép vagy a laptopja elé, és bírálta és szidalmazta az önkormányzatot, de saját maga a legminimálisabb vagy sem tette meg, tehát a saját járdája előtt sem takarította el a havat. Ugye tudjuk, hogy az időjárás az milyen volt, a korábbi évekhez képest ehhez mérten a jóval több munka hárult, a csúszásmentesítésre ugye itt általában egy 7-8 millió forint elegendő szokott lenni, itt most ez 10 millió forint felett lesz, de majd ezt később napirendi pontoknál is fogjuk tárgyalni. Egyébként én azt gondolom, hogy egy-egy apró kivétellel a csúszásmentesítés is nagyon rendben volt. Ott, ahol esetleg később ért ki, vagy a lakosság jelezte, ott minden esetben telefonon küldtük az autót. Volt olyan, ahol azért ért egy kicsit később ki, mert le kellett szerelni a hótolót, és kisebbet felszerelni, mert nem fért be az utcába, de azért én azt gondolom, hogy annak ellenére, hogy nagyon komoly volt a tél, viszonylag zöggenőmentesen ment ez a csúszásmentesítés. Nem tudom, esetleg a bizottság elnöke szeretne kiegészíteni, vagy tanácsnok úr? Én igazából a hokotrás és a csúszásmentesítéshez szeretnék 3 gondolatot hozzátenni, de ezt inkább megpróbálom egybesűrítve. Tehát a lényeg az annyi, hogy üdvözöljük
a céget, aki ezt elvégezte és rugalmasan kezelte a szerződéskötés lejártát követően is, és ellátta ezt a feladatot, de mint minden feladatnál, amikor a volumen növekszik, akkor azért az ár az kedvezőbbé válik. Tehát én szeretném azt érzékeltetni, hogy miután idén rendkívül nagy mennyiségben esett hó, és rendkívül sokat kellett takarítani, a volumen mérték növekedésében valami kedvezőbb ajánlatra számítsunk itt a pótmunkák tekintetében, mert szerintem ez a mai piaci körülmények között így reális. Igen, ez a kérdés tulajdonképpen már megtörtént, tehát már jeleztük a cég felé, hogy itt majd azért szeretnénk némi kedvezményt kapni, és ő jelezte is, hogy természetesen kapunk majd valamilyen kedvezményt a cégtől. Nevesítve a Skalabona Transpet Kft. Jó, akkor nem tudom, van-e még esetleg kérdés vagy javaslat? Igen, majd két határozati javaslat lesz itt. Ugye egyrészt el kell fogadnunk a beszámolót, másrészt pedig ugye itt megjelenik ez a plusz feladat elvégzésére. Kiszámlázott 1.770.380 forint, amely eredetileg, úgy emlékszem, hogy több volt. Gábor, mennyi kedvezményt kaptunk végül is ebből? Tehát mert ez az összeg szerintem még nem a kedvezményes összeg. Hát akkor én azt javaslom, hogy ezt most ne fogadjuk el, mert hogy ez nem ennyi lesz. Jó, tehát akkor egyrészt én azt gondolom, fogadjuk el a beszámolót, ugye a negyedéves beszámolót a település üzemeltetésnek. Aki ez egyetért, akkor kérem jelezze. Igen, ez 7-1 hangú szavazat. És akkor itt nem fogunk határozni, hanem ugye itt tárgyalni fogunk a cég vezetőjével, aki már szóban jelezte, hogy itt egy néhány százezer forint engedményt biztosan tud biztosítani, akkor ezzel nem vagyunk elkésve, ezt majd vagy úgyis lesz rendkívüli testület ülés, legfeljebb majd akkor. Tehát a szennyvíztisztító projekt miatt véletlenül 30-án a tükéb után egy napi rendi pont, akkor legfeljebb ezt, ha addig lesz eredmény, akkor behozzuk, akkor ezt most akkor nem szavazunk. 19. napirendi pont, ami korábban egyébként úgy ment ki, hogy a sportegyesületi pályázat műfűves futballpálya építéséről, ez önkormányzati pályázat lesz, tehát az önkormányzat fog pályázni, és nem a sportegyesület. Az országos pályaépítési program 4. ütemének pályázati kiírása ez év március 19-én jelent meg. Az önkormányzatok és a sportszervezetek előzetes regisztrációt követően a honlapon megjelent tervek szerint április 16-ig lehet a pályázatot benyújtani. TÜKIB bizottság tárgyalta, és hozott is ezzel kapcsolatos határozatokat, amitől most nem foglak megkínélni benneteket, és felolvasom. Tehát a TÜKIB bizottság javasolja a képviselőtestület részére az MLS által kiírt országos pályaépítési programon való indulást nem sportszervezet által tulajdonolt ingatlanon valósítandó fejlesztésre vonatkozóan, és ugye itt felkéri a polgármesteri hivatalt, hogy a sportegyesület bevonásával a pályázat előkészületi munkáit kezdje meg. Ugye sok időnk már egyébként nincs is rá. A következő ilyen határozati javaslat pedig az volt, hogy a Pilis Csaba 1211 és 1212-es helyi számú ingatlanokat vonja össze a sportlétesítmények céljára. Ugye ez az a bizonyos kisféle háza területtel. Ugye ezt már ugye elhangzott, hogy már korábban is megtehettük volna, de hát akkor most ezt megtennénk. Ugye szintén egy javaslat, hogy ezen ingatlanok összevonásával kapcsolatos telekalakítási eljárást ugye a Budakörnyéki Földhivatalnál ugye indítsuk el.
Következő ilyen javaslata volt a Tüki Bizottságnak, hogy az MLS országos felépítési programban való indulás és megvalósítás érdekében a költségvetést azt módosítsa. Egyébként jelzem zárójelben, hogy a PEB is tárgyalta, illetve ugye kérte a PEB-et a Tüki Bizottság, hogy hát biztosítson lehetőséget, keretet ehhez a pályázathoz, amit egyébként a PEB meg is tett a 36/2013-as március 25-i számú határozatával, amelyik pedig úgy hangzik, hogy a PEB bizottsága támogatja a TÜKIB 22/2013 március 26 határozatát az MLS országos pályázati programon való indulásában. A pályázaton való indulás saját forrása előrelátatólag várhatóan 8,5 millió forint, amelyet a PEB hitelfelvételt javasol biztosítani. Felkéri a polgármestert, hogy a költségvetés következő módosításkor az irányzat módosítást építse be. És én azt gondolom, hogy akkor most fogom átadni a szót a Tüki Bizottságának. Köszönöm, polgármester úr. Egy-két részletet még a témához. Ez egy TAO forrásból megvalósuló pályázat, aminek ugye 30% az ön része. A 20x40 méteres futballpályára vonatkozó önrész mértékét már hallottuk, tehát ez az durván 8,5 millió forint. Itt az előre kalkulált árak abból származnak, hogy konkrét költségvetés kiírás is tartozik a konkrét pályatípusokra, és ugye ezekre lehet pályázni. Lényegében a pályához hozzátartozik még kerítés és járdaburkolás magán a pályán kívül. Az elhelyezés praktikussága, illetve a későbbi használhatóság miatt volt szükség a két ingatlan összevonására, amely összevonás biztosít akkor a területet, hogy ezt a pályát úgy el lehet helyezni, hogy a vízelvezetés is megoldott legyen. A jelenlegi épületekhez nem nyúlnánk hozzá, tehát minden marad eredeti formájában. A kerítést kell természetesen megújítani, és a kaput maximum áthelyezni egy másik helyre. A funkció tekintve ugye szeretném kiemelni, hogy attól függetlenül, hogy ezt műfűves fotballpályának hívjuk, rengeteg tevékenységet lehet rajta végezni, és nem csak az az indítatása ennek a pályaépítésnek, vagy ennek a pályázásnak, hogy a délutáni és esti órákban ki legyen használva a pálya, hanem azt gondolom, hogy kiváló mértékben együttműködés formájában az óvodák és iskolák is tudnák hasznosítani testnevelés óráik alatt. Ugye a délelőtti kihasználás ezeknek a pályáknak rossz, ezzel lehetne növelni a hatékonyságát a ráfordított pénzeszköznek. Lényegben ennyiben szerettem volna kiegészíteni, és hát természetesen ugye itt a gyerekek sportolása a cél és a lényeg. Azt gondolom, hogy ha ebben tudunk előrébb lépni, akkor egy formájában a gyerekek foglalkoztatását és fejlődését tudtuk segíteni. Köszönöm. Köszönöm szépen. Tanácsnok úr. Köszönöm szépen. Még egy fontos kérdés. TÜKIB már hallgatólagosan állást foglalt, hogyha megvalósul az a műfűves focipálya, akkor mindenképpen meg is akarjuk óvni, illetve meg is akarjuk védeni. Ennek érdekében mindenféle biztonsági berendezéssel lesz ellátva, köszönhetően azon polgártársainknak, akik az erejüket a köztéri dolgokon érik ki. Mivel ez egy komoly beruházás, ezt komolyan is meg fogjuk védeni. Nem pont az előterjesztéshez tartozik, csak egy tájékoztatás. Valamelyik napon reggelre, azt hiszem hétfő reggelre elég nagy lakossági felzúdulás történt, mert a Kossuth utcában ismeretlen tettesek a kihelyezett utcabútorokat, virágládákat felborogatták, ezekben kár keletkezett. Csak szeretném mondani, hogy a tettesek 3 órán belül elfogásra kerültek. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Hát ez annyit tudok még hozzátenni, hogyha valaki úgy érzi, hogy nem bíz az erejével, akkor jelentkezzen itt nálam, mert kiváló munkákat tudunk biztosítani, hogy levezesse a fölösleges energiáját. Anyalai elnök úr. Köszönöm a szót, polgármester úr.
Én a pályázaton önöknek sok sikert kívánok. Ez a település olyan létszámmal rendelkezik, hogy végre önök pályáznak, bízok benne, hogy megnyerik. Ez a sportolási lehetőséghez kell, és ahogy István elmondta, hogy az intézmények is kihasználják, végre önök fölmerték vállalni és elindulnak a pályázaton. Ez gyakorlatilag 8 éve már is volt, itt volt az előző testületeken, önkormányzatoknál, de ők valamilyen okvéget nem csinálták ezt, meg akkoriban a rajd is minden elkészült, de hát azt el lehet-e dobni a kukába. Még egyszer sok sikert kívánok önöknek. Köszönjük szépen a biztatást. Nem tudom, nem még esetleg kérdés, vagy javaslat. Dezső? Határozati javaslat végelemben 3 részből áll, ahogy elnézem. Egyik a pályázaton való indulás, másik az anyagi részének a biztosítása, a harmadik pedig a telek összevonás. Ebből a 2 számomra teljes mértékben elfogadható és támogatható a pályázaton való indulás és a telek összevonás. Nyilván a 2 egymás nélkül nem megy. A anyagi forrását tekintve én a hitelfelvételt azonban veszélyesnek tartani, én más forrásnak a megjelölését szeretném. Tehát a költségvetés átdolgozásával egy másféle konstrukcióban lenne. Köszönöm szépen, akkor a PEB elnök asszonyának adom át a szót. Természetesen a PEB-en nem egyszerűsítésre törekedtünk, viszont vannak olyan források, amit előre nem költhetünk el. Tehát nyilván a testület is tudja, februárban döntés született, már tudunk arról, hogy Pilis Csabának az 50%-os hitelállományát el fogják engedni. Ehhez természetesen azért további lépésekre van szükségünk. Ez egyébként 6.30-al lesz végleges, akkor válik teljesen egyértelművé, hogy az idei költségvetésünket ez mennyiben fogja érinteni. Egy 10 millió forintra egész bizton számíthatunk, hogy a költségvetésünkbe hatásként jelentkezni fog, viszont erről előre rendelkezni, előre elkölteni az botorság lenne. Felmerült az ülésünkön, hogy természetesen, ahogy ennek az információnak a birtokában leszünk, ez a határozat és ez a döntés minden további nélkül módosítható, és a saját forrást tudjuk a hitel helyébe állítani. De ezt most pillanatnyilag nem tudjuk megtenni, mert még a végső számok nem állnak rendelkezésre. Viszont nem kívántunk gátját szabni az indulásnak. Elfogadható így? Rendben. Norbi? Köszönöm, csak annyit szeretnék jelezni, hogy a határozati javaslathoz minősített többség elfogadása lesz szükséges, mert 5 millió forintot meghaladó hitelfelvételről dönt a testület. Köszönöm szépen, hogy szóltál. További kérdésjavaslat. Rendőrségi önkormányzatok már biztatást megkaptuk, gondolom itt is rendben, akkor szerintem szavazhatunk. Pilis Csaba nagyközség önkormányzat képviselő testülete indulni kíván a Magyar Labdarúgó Szövetség által kiírt országos pályaépítési programon. Felkéri a polgármesteri hivatalt, hogy a sportegyesület bevonásával a pályázat előkészületi munkáját kezdje meg. A pályázaton való indulás saját forrása várhatóan 8,5 millió forint, melyet a képviselő testület hitelfelvétellel kíván biztosítani. Felkéri a polgármesteri hivatalt, hogy a költségvetés következő módosításakor az előirányzat módosítását vezesse át. Felkéri a polgármesteri hivatalt, hogy az 1211 és 1212-es helyi számú ingatlanok összevonásával kapcsolatos telekalakítási eljárást a Buda környéki földhivatalnál indítsa el. Határidő azonnal, felelős a polgármester, aki ezzel egyetért, kérem jelezze. Hát ezt 7 egyhangú szavazattal elfogadtuk. Következő napirendi pont a 20-as. Pauk János iskola kérelme. Ugye ez nyilászáró cserére vonatkozik. Korábban az iskola jelezte, sőt már többször is jelezte, hogy rendkívül rossz állapotban vannak a nyilászárók. Szám szerint, ha jól emlékszem, 23 darab nyilászárót jelzett, plusz 13-at, ami de azt a választ kaptuk, hogy 23 még úgy, ahogy még azért elmegy, de 13 nagyon rossz. A TÜKIB tárgyalta, megvizsgálta, és úgy döntött, hogy
hogy értelemszerűen érdemes úgy nyilánzárót cserélni, hogyha egy tanteremben több is van, akkor ne csak egyet cseréljünk ki. És ezáltal 14 darabot javasolt kicserélni. A polgármester hivatal bekért ajánlatokat, ez alapján a Schneider Plastik Kereskedelmi Kft. Ajánlata bizonyult a legjobbnak. Ugye a Tüki Bizottság ezt javasolja is a testületnek, hogy ezt fogadjuk el. Egyébként a PEB is tárgyalta, és szintén javasolta elfogadni. A forrás biztosítása pedig a már befolyt Petőfi Sándor utcai ingatlan összevonásából származó bevétel. Tehát ez már befolyt, ez rendelkezésre áll. Maximum ugye 750 ezer forint értékben. Nem tudom, hogy esetleg Tükib elnök úr nem. Hát szerintem egyértelmű, tehát ez a pénz az rendelkezésre áll, ez az önkormányzat, a falu vagyona. Én azt gondolom, hogy megérett a cserére. Nyilván ez a csere nem csak azért jó, mert hogy újak az ablakok, nyilván majd a fűtésnél jelentkezik remélhetőleg a kisebb számlákban. Nem tudom, van-e kérdés, javaslat? Szeretném megköszönni a képviselőtestületnek az iskola nevében. Itt nem csak a szépségről, meg a... Még nem szavaztuk meg. Ja, de előre megköszönöm, hogy foglalkozott az üggyel, akkor mondjam így. És itt tulajdonképpen az energiatakarékosság is nagyon fontos lenne, mert csak fűtünk, és ment ki az ablakon. Úgyhogy még egyszer nagyon szépen köszönöm. Jó, hát akkor most jön a határozat. Piriscsó nagyközség önkormányzat képviselő testülete indokoltnak látja az iskola megnevezett nyílászainak cseréjét, valamint a felújítás értékét maximum 750 ezer forintban állapítja meg. A forrás a Petőfi Sándor utcai ingatlan értékesítéséből befolyt vételárból biztosítható. Továbbá felkéri a polgármestert, hogy a 2016. évi költségvetési rendelet következő módosításakor intézkedjen a módosítás beépítéséről, mind a bevételi, mind a kiadási oldalon. Igen, elnök úr? A pontosítás miatt mindenképpen javasolnám beleírni, hogy a legkedvezőbb árajánlatot adó Schneider Plastik Kereskedelmi Kft. Árajánlata alapján történjen a... szerződéskötés. Igen. Rendben. Hát akkor ezzel a kiegészítéssel. Aki egyetért, kérem, jelezze 7,5 egyhangú szavazat. Akkor most szeretném megköszönni. Rendben. A következő napirendi pont, tehát az hasonló ehhez, azzal a különbsége, hogy itt a körzeti megbízott szolgálati lakásának a nyílászáró cseréjére és javítási munkáiról van szó. Hát, ha itt lehet mondani, itt még rosszabb a helyzet, és itt 9 darab nyílászáró cseréről van szó, és hát a Tüki ezt hosszasan tárgyalta, és megfelelő részletességgel, és ott elhangzott, hogy itt majd ezt követően még nagyvalószínűleg további munkálatok szükségesek, hogy egyrészt megóvjuk az állagát ennek az épületnek, illetve hát azt gondolom, hogy ott emberi körülmények legyenek. Mert hogy sajnos ott nem csak a nyílászáró van baj, hanem egyéb más problémák is felvetettek. Itt a szintén tárgyalta a Tükib is, ugye, és a PEB is. Itt egyrészt a forrásnak az előző forrás megmaradt része, illetve az Easter Granum Nonprofit Kft., de ugye ott tulajdonképpen eladtuk a részünket, ezzel kapcsolatban már elindult végre valahára legalább az alapító okirat módosítása, meg ügyvezető kiválasztása, tehát előbb-utóbb onnan is reményeim szerint be fog folyni a megfelelő összeg, és akkor ebből tudnánk biztosítani ezeknek a nyilázatoknak a cseréjét.